mira, se me hace poca. Köszönjük a Digisport nézőit innen a Nyúli sportpályáról, ahol hamarosan megkezdődik a Mérkőszmár Hungarian Football League harmadik fordulójának nyitó mérkőzése, vagyis a Győr Sharks Budapest Cowboys összecsapás. Külön köszöntjük az édesanyákat is, hiszen ma van anyák napja, itt van velem Kovács Bálint és Koleszár Dávid, akik pedig ajándékként némi kis szakmai segítséggel jöttek ide hozzánk. Úgyhogy kezdjük is el, Kole, mivel készültél a mai napra? Kiket emeltél ki erről az összecsapásról? Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket ezen a remek napon. Először is, hát nem kezdhetném mással szerintem, mint az irányító helyzettel. Ugye mindkét csapatnál érdekesen alakulnak a dolgok irányító fronton. Ugye kezdjük a hazaiakkal, a győrieknél. Ugye Jeremiah Aycock hát kijátszotta magát nem csak a kezdő 11-ből, de a csapat mai aktív rosteréből is, és helyette az eddigi edzőjük Dustin Hawk került ugye a stafétabot elé. Kérdés, hogy milyen teljesítményt fog tudni nyújtani. Ugye az elmúlt aktív játékosi éveiben nagyon jó számokat produkált a csapatainál. Játszani ugye mi még konkrétan nem láttuk. Nem tudjuk, hogy mennyi tudott készülni a csapattal játékosként, úgyhogy érdekes lesz majd figyelni az ő teljesítményét. Nyilvánvalóan a győriek is ugye pozitív változást várnak tőle. És ugye a másik oldalon Vári Tamás, aki egy remek mérkőzésen pontosan egy rettentő jó teljesítményt, és egy nagyon szép fordítást tudott mutatni ugye az elmúlt mérkőzésen. 21-0-ról fordítottak a Miskolc ellen. Igaz, hogy adott el labdákat, de nagyon sok pontot szerzett, és ez nem csak ugye a W szempontjából számít, hanem egy nagyon nagy mentális boostot is adhat a csapatnak. Hogyha ezt a Cowboys tovább tudja vinni ezt a lendületet, akkor elképzelhető, hogy a tavaly előtti formájukat láthatjuk idén is. Ugye aztán az első és tízen már Zaho is kiemelte, hiszen MVP lett az előző fordulóban Vári Tamás, úgyhogy nézzük is egy kicsit a számokat. Bálint. Kezdjük szerintem Várival, mert ugye ő vezette győztes mérkőzésre ezt a csapatot. Ő 300 yard fölött passzolt a Miskolc Steelers ellen, és azért a Miskolc Steelersnek nincs rossz védelme. Ennek ellenére nagyon sok pontot tudtak föltenni, és 3 interception mellett azért 4 touchdown összejött a neve mellett. Ez nagyon szép teljesítmény, 2 counter kapott, egyet Mészáros Marc, egyet pedig Cirok Marc, úgyhogy nagyon szépen el tudta osztani a célpontok felé a labdákat, illetve szerintem kell beszélni Hawk edzőről is, vagyis most már irányítóról. Ő 2 évvel ezelőtt Olaszországban volt a legeredményesebb passzoló, 2800 yardot passzolt 12 meccs alatt, 33 TD mellett pedig csak 5-ször adta el a labdát, tehát ezekből a statisztikákból arra következtethetünk, hogy labdabiztos játékos, és ő óvja a labdát az interception-öktől. Tehát akkor nem vársz olyan mérkőzést, mint ami volt mondjuk a Wolves ellen, ahol ugye 51 pontot pakoltak föl Bencsics Márkék, és volt 5 darab interception-je is ugye Aycocknak. Azért se várok olyan mérkőzést, mert ugye látjuk, hogy esik az eső, és ez gátolni fogja a passzjátékot, úgyhogy inkább a futás felé fog ez elbillenni, ez pedig az eladott labdák számát is már, ami az interception-öket illeti, csökkentheti. Az interception-öket te is kiemelted, úgyhogy nézzük is meg, mivel készültél még. Így igaz, tehát fontos kulcs kérdése volt az elmúlt mérkőzésen a győriek részéről, hogy ugye 5 interception dobtad, ahogy ugye Bálint te is kiemelted. Viszont emellett azért bizakvásra adhat az okot, hogy 21 pontot tudtak feltenni a táblára, tehát valóban, hogyha a labdabiztonságra oda tudnak figyelni, illetve ugye az időjárás indokoltsága miatt inkább a futójátékra helyezik a hangsúlyt, és meg tudják tartani a labdát, akkor ugye ezekből a drive-okból is, ugye még hogyha pontokat tudnak szerezni, akkor vélhetően egy sokkal szorosabb mérkőzést láthatunk. Viszont, hogyha már futásról beszélünk, ugye nagyon esik az eső, csúszik a labda, a futóknak nagyon vigyázniuk kell a labdára, ball security mindennél fontosabb lesz a mai mérkőzésen. Egy fontos dolog, hogy ugye Németh Marci letöltötte eltiltását, tehát hogy visszatér a Cowboysbe, de hát ott van Golita, akit ugye pont elválasztottál az előző forduló védő MVP-jének, ugye 2 interceptionje is volt, és remekül játszott. A visszahordásban is van szerepe, de hát azt hiszem, hogy egy ilyen fiatal játékostól, egy ilyen szintű Cowboys védelemben ezt is várja az ember, nem? Valóban, és főleg, hogyha már csak megint a futásra visszakanyarodva, hogy sokat fog futni a Győr, akkor valószínűleg Golitát is és Németh Marcit is jobban felhozzák majd a box közelébe, és akkor, hogyha nem is labdaszerzéseket, de hatalmas ütközéseket és tekölöket fogunk majd látni tőlük a mai nap. Statisztikailag védelmi szempontból mit várhatunk ettől a találkozótól? Mindenképpen a Cowboys szolid védelmét várhatjuk, tehát nagyon kőkemény
ütközésekre lehet majd számítani, és én úgy gondolom, hogy kevés ponton fogják tudni tartani a Győrt. Ugyanakkor a Sharks védelmére is ki kell térni, hogy nekik is szerintem elég jó védelmük van, persze kaptak 51 pontot, de tudták tartani magukat néha Bencsics Márkék ellen, és azt láthattuk ugye a tavalyi évben is, ahogy haladtunk előre a szezonban, egyre jobb lett ez a védelem, egyre több labdát sikerült kierőszakolniuk, úgyhogy mindenképpen bizakodhatnak, főleg ebben az időben. Hát főleg, hogyha visszaemlékszünk, ugye pont András Fernández volt az, aki ugye egy pántot blokkolt, és abból TD-t szerzett a tavalyi évben, egy szintén esős mérkőzés volt, jól emlékszem, fotom. Talán ez még nem volt esős, utána lett esős az idő. Így van, a duparangadó után. Úgyhogy, szóval, hogy megvan bennük is, ráadásként azt nem tudom, hogy Arthur Brown visszaérkezését mennyire emelnétek ki, aki ugye védőkoordinátorként fog itt tevékenykedni, ismeri a szisztémát, ismeri a játékosok többségét, ez mennyit segíthet? Mindenképpen is ő egy nagyon nagy vezére ennek a csapatnak, egy nagyon nagy lelki támaszt nyújthat innen a pálya széléről, és ha még nem is tudott annyira beintegrálódni ebbe a csapatba ebben a szezonban, de mindenképpen lesznek olyan meglátásai kívülről, amit egy védőspecialista nagyon jól fog tudni alkalmazni a csapatnál. Hát ha játszon, akkor gondolom futóként is sokat tehetne, bár ugye az elnyűhetetlen Schwarz Feri, vagy Baranyai, aki viszont hát azt hiszem, hogy már jól játszott azért a Wolves ellen is. Igen, Schwarzfelinek fekszik ez a sokat futunk, és akárhogy csak a rövid yardokat is teszünk meg a labdával, de ő egy elnyűhetetlen játékos, bírja a strapát, hogyha nem is a legjobb már a sebessége, ugye most már azért ő sem egy fiatal játékos, de valóban erejében van továbbra is, úgyhogy rá biztosan számítani fognak a győriek. És akkor Erik Ford is itt van, aki a fantasy csapatunkat is hát megkönnyíti. Tőle azt várjátok, amit a Wolves ellen nyújtott, tehát, hogy folyamatosan veszély lesz? Veszély lesz folyamatosan, szerintem a Cowboys secondary is figyelni fog rá, kitüntetett figyelmet fog kapni. Az előző mérkőzésen 10 elkapásból 178 yardot és egy touchdown szerzett. Egészen kivételes teljesítményt hozott a Wolves ellen is. Mindenképpen izgalmas lesz majd nézni, hogy esetleg a cornernek melyik safety fog besegíteni. Német Marcit állítják-e rá segítségként, vagy éppen golitát. Úgyhogy mindenképpen neki nagyon nagy szerepe lesz ezen a mérkőzésen, még akkor is, hogyha kevés passzjátékra számíthatunk. Hát meglátjuk, mit hoz majd a találkozó, most viszont következzenek az edzőinterjúk, mit gondoltak ők a mérkőzésről. Itt is van velem már a vendégek vezető edzője, Troy Baker. What do you expect from this game? Mit vár ettől a mérkőzéstől? Expect at least from our side. Hát a saját csapatomtól azt várom, hogy teljes negyedeket teljesítsünk magas színvonalon. Eddig az történt a mérkőzéseinken, hogy voltak negyedek, amikor nem voltunk jók. Most szeretném, hogyha mind a négy negyedben jó teljesítményt nyújtanánk. Can we see the game you played in the first quarter against the Steelers or the rest of the game when you scored 38 points? Mi az, amit vársz, hogy az első negyed történik, vagy majd a harmadik, vagy a második három? Hát az az igazság, hogy ezen dolgoznunk kell, hogy mentálisan rendben legyünk minden pillanatban. A Steelers ellen ez nem volt meg az első negyedben, de remélhetőleg most megmutatjuk, hogy ugyanazt, amit játszottunk a Steelers elleni mérkőzésen három negyeden keresztül, és akkor az rendben lesz. Do you have a game plan in a weather like this as well? Van tervetek ilyen időre? Vagy csak a Sharksból készültetek? Hát nagyon egyszerű a dolog, több pontot kell szereznünk, mint a Sharks. Az a lényeg, hogy megvédjük a labdát, ebben tökéletes munkát végezzünk. Igazából itt ilyenkor kis dolgokon múlik az egész. Kis dolgokat kellett egyébként fixálnunk, ahogy mondtam korábban. Az a lényeg, hogy ezt előnyünkre fordítsuk, amit eddig jól csináltunk, és remélhetőleg ezt fogjuk látni ma is, és a nap végén pedig több pontunk lesz, és boldogok leszünk. Thank you very much. Köszönjük szépen. És akkor itt is van velem a hazaiak védőkoordinátora, aki most ért vissza, Arthur Brand. What do you expect from this game? Mit vár ettől a mérkőzéstől? Hát azt várom, hogy csináljuk a dolgunkat, fókuszáljunk, és a lehető legjobban, ami a képességeinktől telik, teljesítsünk ezen a meccsen.
Did you have time to prepare the defense? Volt elég időtök, hogy a védelmet egy kicsit ráncba szed? Hát igen, egy hete vagyok itt, és azt gondolom, hogy próbáltuk megtenni, amit kellett. Mi azért együtt voltunk előző szezonban, úgyhogy felkészülve várjuk a meccset. Would it be a very different offense from the Sharks as Dustin is playing as a quarterback? Dustin Hawk fog irányítani. Ettől megváltozik az offense. Hát voltak gyengeségeink, most azért egy jóval atletikusabb irányítónk lesz, úgyhogy azt gondolom, hogy mindenki mindent meg fog tenni. Will this weather help the running game? Ez az idő a futójátéknak segít, vagy ezért meg lesz a balansz az offenzben? Igen, megpróbáljuk megtalálni az egyensúlyt, hiszen nyilvánvalóan tudjuk, hogy futni egyszerűbb ilyen körülmények között, de azért nyilván kell majd passzolni is, ezeknek kell megtalálni a rendes elegyét. Will it help the Sharks that you are the underdogs? Sharks esélytelennek számít ebben ezen a mérkőzésen. Hát igen, az utóbbi szezonban, vagy az utolsó szezonokban alapvetően esélytelennek számítottunk, de el kell kezdenünk előrelépni, fejlődni, de hát egyelőre még ez a mai mérkőzés a lényeg. Can it be the first win of the season? Meg lehet az első győzelmetek? Igen, ez a célunk. Thank you very much. Köszönjük szépen. Hát az egyetlen dolog, amit ebben az esőben könnyű csinálni, az, hogy tippelünk, hogy mi lesz a mai mérkőzés végeredménye. Szark Andris már ott ül a kényelmes kommentátor állásban. Szias, Andris! Sziasztok, itt elég meleg is van, nem tudom, ti nem fáztok-e? Nem, teljesen jó idő van, úgyhogy köszönjük szépen. Kezdte akkor a tippekkel. Mire tippeltél a mai mérkőzésen? Ki fogja megnyerni a találkozót? Elég sok változás van itt a győri mozaikok, mint hogyha kezdenének egy kicsit jobban a helyükre illeszkedni. Ettől függetlenül azt hiszem, hogy a Budapest Cavaliers győzelmét láthatjuk ma, vagy legalábbis én erre tippeltem. Ettől függetlenül egy jóval szorosabb győri játékot és győri eredményt várok, mint az eddigi két fordulóban. Hát majd meglátjuk. Amíg mi tippelünk, addig Léci egy teát intézél nekünk, Bálint. Én Kábez győzelmet várok ezen a mérkőzésen, szerintem nagyon nagy lelki töltetet adott a Miskolc elleni győzelem nekik, és némi trükkös játékkal tarkítva szerintem a Kábez offense fog tudni brillírozni. Kole? Én is a Kábez-szel tippeltem erre a mérkőzésre. Amit én is az előbb mondtam, ez egy hatalmas boostot adhat nekik, szerintem mentálisan nagyon fel lesznek pörögve erre a mérkőzésre, és hogyha nem is nyernek akkor a fölénnyel, mert én azért a Győrtől is sokkal jobb játékot várok, de Kábez győzelem lesz a mai nap a végeredmény. És akkor jöjjön a kakuktojás, az egyetlen, aki a Győrsárc győzelmére tippelt. Én azt gondolom, hogy mind Dustin megjelenése a pályán, mind pedig azért Eric Ford jelenléte talán esélyt adhat ennek a Győrságsznak, és megnyerhetik végre első találkozójukat, úgyhogy jöjjön a nyeretlenek és a veretlenek csatája, vagyis a Budapest Cavaliers vendégjátéka itt a Nyúli sportpályán a Győrságsz ellen. Most már ne menjenek nagyon messzire, mert hamarosan következik a mérkőzés. Elérkezett az ázott nyúlból ideje, a Győr Sárc Budapest Cavaliers találkozik, és hát igen, mostoha időjárási körülmények közepette. Hogy vajon ez hogyan vonul be a HFL históriás könyvébe, az nagyjából a következő szűk 3 órában fog kiderülni, de az biztos, hogy nem lesz egyszerű dolga a játékosoknak ebben az időben. A bíróknak sem, hozzáteszem, mert hogy azért nekik is ezt az időjárást azért bírniuk kell majd. Itt látható a vendégcsapat, akik azért tüzelik egymást, de azért most ismerkedjünk meg először a bírói csapattal. A referi Zsidai Attila lesz, az umpire Szerényi Gábor, a center judge Harangi Zsolt, a headlinesman Gazdapál, a line judge Bodnár Ádám, a back judge Krucs Roland, a side judge Osváth Tibor Levente és a field judge Sipos Ádám. Úgyhogy megérkeztek a játékvezetők is, a Zsidai Attilával, aki a 2017-es Hungarianból vezetőbírója volt, úgyhogy jó kezekben ez az összecsapás is természetesen. És akkor innentől kezdve pedig a főszereplőké a
szerep a Budapest Kábelsz, amely 2 győzelemmel érkezett ide a Nyúli sportpályára, mivel az első fordulóban legyőzte a HFL újonc Kiev Capitalst 26-6-ra, aztán utána a második fordulóban egy 0-21-es első negyedet produkálva, de aztán onnantól kezdve 38 válaszolatlan pontot szerezve a Miskolc Steelers-t felülmúlva, és ezáltal 100%-os teljesítménnyel a 2017-es bajnok Budapest Kábelsz. És akkor a hazai csapat, amely az előző idényben a 6. helyen végzett, tehát az alsóház szereplője volt, de felfelé ívelő formában zárta le a 2018-as idényt. Aztán ezt a szezont 2 vereséggel kezdte, de úgy néz ki, hogy azért megpróbálják helyreilleszteni a dolgokat személyi változásokkal. Dustin Hawk fog majd irányítani azok után, hogy Filip Villanueva, vagy hát művész nevén Jeremiah Aycock már elhagyta az együttes. Az első fordulóban a Fehérvár Entroners ellen itt veszítettek 31-7-re, aztán utána a címvédő Budapest Wolves otthonában 51-21-es vereséget szenvedtek, tehát a szerzett pontokban van felfelé ívelő forma, most már a kapott pontokat kell majd visszaszorítania az eddig 0-2-es mérleggel álló Győr Sharksnak. Tehát akkor pályán a csapatok. A harmadik forduló kezdődik meg ezzel, tehát összességében, hogyha az egy hét múlva következő 2 mérkőzést majd lejátszák, akkor túl leszünk az alapszakasz több mint a felén, és el lehet kezdeni majd számolgatni. Bár összességében azt gondolom, hogy itt már a Kábelsz győzelme esetén is ez abszolút reális dolog lehet, hogyha Budapest Kábelsz 3 győzelemmel és 0 vereséggel majd ezután a találkozó után, akkor bizony nagyon-nagyon közel kerül ahhoz, hogy bye week-e legyen majd a wildcard körben, tehát ott legyen mindenképpen az első 2 kiemelt között, ami egyben ugye azt is jelenti, hogy azonnal az elődöntős helyére is kvalifikálná magát. Nyilván ez még matematikailag nincs meg, de azért a 3-0 egy 5 mérkőzésből álló alapszakaszban nagyon-nagyon bíztató jel. Mennek a kapitányok tehát a pénzfeldobáshoz. Becs Pétert láthatjuk itt hozzánk közel 50-essel, aki szintén tudta vállalni a játékot, és Törzsök a másik oldalon hozzánk közelebb. Jöjjön tehát akkor a pénzfeldobás majd. Kapitánya. A vendégcsapat választhat. Queen is a head, kangaroo is a tail. Királynő a fej, a kangaroo az írás. Választás. Tails, írást választottak. Heads, fej. Önök nyerték a választást. A pénzfeldobást a hazai csapat nyerte, és a második fél időre halasztottak. Választás, urak. Visszordás, merről szeretnének rúgni? Álljunk fel, urak. Arról rúgtok. Gyere? Jó. A mérkőzés a vendégcsapat visszahordásával kezdődik. Köszönjük, urak, jó játékot! Tehát akkor minden bizonnyal a Budapest Kábelsz vezetheti majd az első támadó sorozatot, egy kis kakuktojást, aki vágyszemű felfedezhetett 2-es mezben egy legendás Kábelsz játékos, Bánfi Mihály. Természetesen azért ez minket nem fog megzavarni. Itt pedig Troy Baker, aki hát az előző idényt győri vezetőedzőként kezdte el,
és aztán utána az alapszakasz nagyjából közepénél kiszállt a Sharks életéből, elvált a csapat és Troy Baker útja, itt pedig Arthur Brown, Dustin Hawk ugye hivatalosan a vezetőedző, de ő irányítani fog elsősorban, és majd főleg ugye offenzív koordinátorként a pályáról hívja majd a támadójátékokat, Arthur Brown pedig hivatalosan ugye defensív koordinátor, de azért ő lesz majd az, aki erre figyel. Van egy ünnepélyes kezdőrúgásunk, a Bárci általános iskolából Vitéz Máté végezheti majd ezt el. Máté elrúgta a labdát, figyelt arra is, hogy itt ezen a gyepen nehogy valami baleset történjen, úgyhogy megvan az ünnepélyes kezdőrúgás is. És akkor most már pedig majd jöhet a hivatalos kick-off. Tehát akkor kékben láthatjuk a hazai Győr Sharks együttesét, és fehérben a Budapest Cavalryt, tehát elkezdődik a találkozó, nem túl hosszú rúgással, és visszahordás nélkül. Koleszár Dáviddal állandó szakértőnkkel nézzük majd ezt a találkozót, és hát megszólítanálak, mert azért nyilvánvalóan hosszas pályafutásodban találkozhattál ilyen idővel. Ilyenkor azért ott lenni a pályán. Ismételten köszöntöm a kedves nézőket, nagyon szépen köszönöm a megszólítást, Andris. Hát egyrészt izgalmas dolog ilyen esőben játszani, és mindenféleképpen egy játékosnak megadja azt a különlegességet, amit azért ugye a tévében is sokszor látnak, főleg a filmben láthatnak ugye a nézők, és úgy általánosságban a futballrajongók. Magában szakmai szempontból viszont azért nagyon oda kell figyelni ilyenkor. Teljesen más elképzelés szerint kell játszani ilyenkor egy mérkőzésen, tehát ahogy már azt a bejelentkezés alkalmával is elmondtuk, a labda biztonságra nagyon oda kell figyelni, és ilyen esős időben azért a passzok aránya mindig visszaszorul, és azért a biztonságosabb playek felé, azaz a futások felé dől a mérleg általában. Hát majd meglátjuk, hogy a csapatok ezt mennyire fogják betartani. Elkezdődik tehát akkor a Budapest Cavalryt támadó sorozata. Egy rossz vári passzal, ami rövid volt Mészáros Márton irányába. Megpróbálunk majd azért itt a felfestés hiányába minél többször legalábbis abban navigációt nyújtani, miközben Vári Tamás eddigi statisztikáját láthatjuk. Az első mérkőzésen nem adta el a labdát, de a másodikon a Steelers ellen háromszor is. Ennek ellenére azért dobott 4 touchdown paszt, és ne felejtsük el, hogy van 2 futott touchdownja is Vári Tamásnak. Szóval megpróbálunk majd a yardokban minél jobban támpontot nyújtani majd a nézőknek. Vári mozog el, és ez az elkapás már megvan a vonal mellett, úgyhogy first down, Cirók Márton húzta le. Hát úgy fest, mindjárt meghazudtolnak Váriék engem. Tehát két playből 2 passz kísérlet, ugye a második az sikerült is, egyből first down, Cirók Marci nagyon biztosan kapta el a labdát. Láthatjuk a visszajátszásból is, Vári szépen kimozog az üldözője elől. Kapott nyomást egyébként Csizmaziától, és aztán utána egy Cirók. Cirókon gyakorlatilag nem volt senki, könnyedén felugorhatott, úgyhogy a secondary játékosnak vissza kellett rálépni, hogy meglegyen. Most pedig egy futójáték, hivatalosan Lehmann Albertet nevezte a kezdőbe a Budapest Cavalryt, de azért nem lepődhetünk majd meg, hogyha Zsila Dániel is megkapja a maga szerepét ezen a találkozón. Visszatérve egy kicsit Cirók Mártonra, az előző fordulóban, az első negyedben irányítóként tűnt fel, ugyanis Vári Tamás nem volt teljesen egészséges. Hát 11 passzolt yard és egy pick six, tehát egy eladott labdából visszavitt touchdown fűződött a nevéhez. Ezután jött egyébként a csere, és aztán Várival fordult a mérkőzés képe. Vári hosszan elindítja, és Kanter! Majdnem be tudja húzni Matthias Kanter, aki hát felrobbantotta a statisztikai lapokat. Itt az előző fordulóban egészen kiváló számokat hozott Kanter, és neki is volt már touchdown elkapása.
szépen megfutotta a rútját Kanter. Hát igen, ez az időjárásnak volt köszönhető. Kicsúszott a labda a kezéből, ez száraz időben egészen biztosan elkapná. Megint egy fellöbölt labda és egy interception, de ettől függetlenül repült a sárga zászló még a játék elindításának pillanatában. Bognár Máté halászta le a labdát egyébként 47-essel. De vajon életbe lép ez a labdaszerzés Sharksnál? Még az interception előtt repült a zászló offside egyébként. Defense 53, 5 yard, harmadik kísérlet. Nyilván lehetett sejteni, Vári is azért volt merészebb, és azért indított el két ember közé ezt a labdát, hogy hát ha esetleg behúzzák, akkor nagyobb az előrehaladás. Nem húzták, de igazából ugye így az interception nem marad érvényben. Harmadik és öt. Mondhatni, hogy ezt azért megúszta most a Cowboys egy picit. Ez az harmadik és egy, elnézést. Egy rövid yardos játék, és a futással végül sikerül átgyömöszölni a labdát. Ismét Bognár volt ott egyébként 47-esen, ha jól láttam, pont a first down vonalában, de Zsilla nagyon szépen fölvette az ütközést, és az utolsó pillanatban át tudott bújni a hóna alatt, ez pont elég volt, hogy meglegyen a first down. Lehman Albert egyébként a tízesben, ők próbálnak megzavarni minket különböző mezekkel, de ez minket nem fog. Lehman tehát ugye a kezdőfutója a Cowboysnek. Köszönöm szépen. Ismét egy futójáték. Megszerzett first down után most nem sikerült előre haladni. De nyilvánvalóan Troy Baker számára egykori csapatával szemben játszani azért különleges érzés lehet. Ráadásul igen kurta furcsa véget ért az a kapcsolat a vezetőedző és a Sharks között, tehát most ezúttal ellenfélként, már ugye ezt ne felejtsük el, hogy Baker edző a szezon második felében is a Cowboysnél dolgozott, itt pedig egy elkapás Mészárostól. Megpróbált Mészáros Marciben maradni a pályán, de aztán ketten is odaértek rá, ennek ellenére sikerült belőle hozniuk pár yardot, hát megint csak nem volt ott senki abban a zónában a győriek részéről. Már több touchdownja van egyébként Mészáros Mártonnak két mérkőzés után, három, mint az előző idény végén, amikor kettőt szerzett. Ez lehet neki az első igazán sikeres Cowboys-es szezonja. Vári, ez is egy passzjáték. Ugyanoda szerette volna dobni. Ez most nem jött össze. Vári, mert láthatjuk, hogy a cornerek nagyon mélyen vannak, egy cover 3-at védekeznek jelenleg győri oldalon. Mészáros Marci közelében nem volt győri védőjátékos, úgyhogy ezt úgy látszik, ezt nagyon ki szeretnék használni, és egy rövidebb hook routokkal szeretnének előre haladni. Közben negyedik és hat, úgyhogy a negyedik kísérletet kell megoldani a Cowboysnek, nyilván onnan rúgni nem nagyon érdemes. Kanter! Ez igen. Lehúzza! Onnan rúgni nem volt érdemes, ez ugye az a zóna, amikor a negyedik kísérletből általában egy csapat megpróbálja, amikor még nem ment egész mélyen az ellenfél térfelére, tehát rúgni még kár lenne, de mondjuk, hogyha ott esetleg nem lenne meg a negyedik, akkor is az ellenfélnek is viszonylag nehéz dolga lenne, de tovább mehet a támadás, ugyanis a negyedik kísérletet megoldott a Kanter, és most már a vörös zónában. Szépen nyúlt fel a levegőbe. A Cowboys a 20-ason belül. Ezúttal egy passzjáték Lehmantól. 50-essel Becs Péter. Nagy vetetán. Azért nyilvánvalóan próbálja fenntartani Lehmannal a Cowboys, hogy ne legyen nagyon egysíkú a passzjáték. Ettől függetlenül azért ahhoz képest, hogy milyen az időjárás, egy szép fokozatos támadójátéka van a Cowboysnak, és jól építkezik egyelőre a csapat.
Igen, bátran hívnak passzjátékokat is, és látni lehet, már most az elén észrevető, hogy tendenciózusan váltogatják a passzokat a futással. Kicsúszott most Vári kezéből ez a labda, mindeközben egyébként Lehmann is elcsúszott, aki ugye próbálta volna ezt megszerezni a hulló falevélként, gyakorlatilag esett le a földre. Nyilván ezzel majd Várinak is meg kell küzdenie, és Dustin Hawke-nak is a másik oldalon, hogy a labdabiztonság azért ilyen helyzetben nyilván kicsúszhat nem csak az irányító, hanem akár az elkapók, a futó kezével is könnyebben. Itt lehetett látni, hogy valószínűleg egész egyszerűen nem tudott jól ráfogni, és aztán utána Lehmann meg elcsúszott. Igen, és minthogyha alapvetően nem is Lehmannak, hanem Zaksnak ment volna, igen, ment volna a passz, mert ő is ott volt. Sárga zászlók röppennek. Hostar, offense 70, 5 yard, harmadik kísérlet. Cseri Zoltán mozdult be ezúttal. Úgyhogy harmadik és hosszú lesz ez, ráadásul nagyon hosszú, de azért azt gondolom, hogy elnézve talán a Cowboys eddigi haladását, nem kizárt, hogy ezt a 15 yardot ugye két kísérletből akarják majd megtenni, és akár negyedikre is megpróbálkoznak. De az nyilván elő kell készíteni egy ennél jóval rövidebb negyediket. Igen, és ezzel a büntetések ki is csúsztak a red zone-ból. Egyébként, most már fölállnak cirókra egy az egyben. Vári, kidobja oldalra, Mészáros, hoppá, egy trükkös játék, Golita! Golita iramodik meg! Golita! És mi a kézjelzés? Kivitték még, úgy néz ki, hogy az utolsó pillanatban. Trükkös játék, boom! Nagyon beszeretnének köszönni az első drive-ban Győrnek, ami hát nyilvánvalóan érthető is. Golita, aki a labda mind a két oldalán, innentől kezdve roppant veszélyes lehet, mert hogy ő egyébként safety-ként is fog majd szerepelni a védelemben. Mészáros ott hagyja Golitának, aki gyönyörűen megvárja az idejét, és aztán szépen eliramodott a vonal mellett, és egy futójátékkal próbálkozik a Cowboys. Egyelőre ezt tartja a Sharks. Golita kapta a labdát megint, és az előbb még azért a visszajelzásból nagyon szépen látszott, szeretném megemlíteni, illetve kiemelni a blokkokat, amiket Golita kapott, Zaksz Norbert is, és Mészáros Marci is nagyon szépen eltolta a rajta védekező győri játékosokat. Hát igen, ott most nem volt út sehová sem menni. Csizmazia is nagyon szépen odaért hátulról Golitára, és vissza tudta húzni. Ez egy no gain volt. És időt kér Troy Baker, úgy néz ki, hogy azért ezt most itt a gólvonal közelében meg kell beszélni. Vendégcsapat, első csapat időkérés, a hátralévő idő 6.32. Hát azért eddig, mivel ugye hallhattuk a játékvezetőtől, hogy 6,5 perc van hátra az első negyedből, ez egy nagyon-nagyon stabil haladás, és ráadásul az órát is nagyon szépen elkezdte ezzel pörgetni a Cowboys. Nyilván egyben fárad a Sharks védelme is. Mondom még egyszer, egyelőre a futás ellen viszont jól védekezik a kékmezes csapat. A passzokkal szemben viszont inkább tehetetlennek tűntek eddig. Igen, már majdnem. Hát több, vagyis hát több, mint a negyed felét felőrölte ez a drive. Újabb zászló. Lehet, hogy későn indította volna a játékot Vári. Tényleg a procedure, offense 63, 5 yard, második kísérlet. Nem ez végül a szabálytalanság, hanem Pozsonyi Bencénél vélték ezt felfedezni. Pozsonyi Bence ugye ezúttal centert játszik. Bemozgott tehát a legbelső pozícióba a falban.
Kicsit arra kitérve, amit mondtál, hogy jól védekezik ugye a Győr a futás el. Azért, hogyha visszagondolunk az eddig látott mérkőzésekre, el lehet mondani, hogy a védelmek nagyon jól megfogják. Közben a belőbölt labda a Kanter irányába. Nagyon jól megfogják a futásokat eddig. Igen. Gondoljunk bele, ugye csak akár a második fordulóban is, akár a Capitals, akár a Fehérvár oldalán nagyon szép védelmeket, run-stopokat láthattunk, illetve az első fordulóban ugye a Wolves is kordában tudta tartani White-ot megfelelően ahhoz, hogy aztán ez a győzelmet is érje nekik. Úgyhogy ez úgy látszik egyelőre tendencia az idei szezonban, aminek én azért nagyon örülök, mert látványos védelmi pléjeket láthatunk. És ráadásul ugye azt sem szabad elfelejteni, hogy a Győrben egy import is Willi Hatton személyében védekezhet jól. Hát ezt a Kanter Lentulai párharcot erőltette Vári másodszorra is, de Lentulai mellett Kanter nem tudta behúzni a labdát. Igen, minden bizonnyal Kanternek ugye a magasságbeli fölényét szeretnék ezzel kihasználni, azért láthatjuk itt most is, hogy majdnem egy fejmagasságnyi előny van Kanter javára kettejük között. Picit hosszabb volt ez a labda. És negyedik kísérlet úgy fest, hogy rá is mennek. Az imént már ebben a drive-ban megoldottak egy negyediket a vendégek, és most ismét ez a tervük. Ettől függetlenül azért még jó 10 yardot kellene megtenniük, hogy touchdown szerezzenek. Vári, megvan az elszakadó ember, és megvan a touchdown, Zacz Norbert! Az első touchdown megvan a mérkőzésen, tehát, és gyakorlatilag lehetett látni Vári kézmozdulatából, hogy mit vár Zacztól, aki behúzza az első touchdown elkapását ebben az idényben. És úgy fest, hogy az a jobb oldal, offense szempontból a Győrnek a jobb oldala eléggé sebezhető eddig. Volt neki egyébként tavaly 3 touchdown elkapása, és ebben a szezonban is elkezdi. Megvan tehát a Cowboys vezetése, és jöhet az extra pont. Ami viszont kimarad. Nyilván itt rúgni sem annyira egyszerű. Mellé ment ez a kísérlet. Hát meg eleve letenni a labdát, ugye snap utána. Azért a holdernek is meglehetősen nehéz dolga van egy ilyen időben. Hát igen, és hát ráadásul még azt azért hozzá kell tenni, hogy első számú Cowboys rúgó, akit megszokhattunk tavaly Fóra Camillo személyében, nem áll a kolomposok rendelkezésére, ami azért nekik nyilván az ilyen rögzített rúgásoknál fontos lenne, mondjuk nyilván ugye field goal szempontjából is akár. 6-0-ra vezet a Cowboys, ettől függetlenül ez egy igen meggyőző, az órát szépen égető drive volt, amivel beköszönt a Sharksnak a vendégcsapat. Így igaz, már most ebben a drive-ban, ahogy az előbb is említettem, szépen megpróbálták kihasználni az eddigi gyengéit a Sharksnak, ugye mind a két oldalon a passzjátéknál próbáltak érvényesülni, ugye néhol-néhol menet közben ugye beiktattak egy-egy futást is, nagyon szépen elosztották az arányokat, valóban következetesen játszottak, de most lássuk, hogy a győriek mit fognak tudni mutatni. Megy a visszahordás a Győrnél, és ez nem is alakul rosszul. 40 yardig hozzák nagyjából. Szép volt a visszahordás valóban. És akkor most egy kis fejes az ismeretlenbe, ugyanis olyan játékost látunk majd először, akiről egyelőre csak híreink vannak. Ugye legutóbb az olasz Bolzano Giantsnél játszott, és ahogy Kovács Bálint kollégánk már a felvezetésben ismertette, a remek, meggyőző statisztikai számait Dustin Hawk Willingham, aki vezetőedzőnek érkezett, de mivel Filip Villanuevával, alias Jeremiah Aikokkal nem ment igazán a támadó oldalon a játék, ezúttal aktiválta magát tehát Hawk mester. Egy futójátékkal kezd a Sharks, és hát tendencia, ahogy említetted, hogy a futójátékra fel vannak készülve a csapatok, ezúttal is megállt parancsolnak ennek. Nézzük a második play-t, közben ugye láthatjuk a Cowboys védelmi kezdő 11-ét.
és Dusty Hawk első passz kísérlete, és Golita! Azt a mindenit! És Németh Márton majdnem eladta. Bizony, Golita nagyon jó helyen volt, ettől függetlenül azt meg kell jegyezni, hogy Dusty Hawk egy nagyon erőteljes labdát dobott oda a középső zónába. Hát nem volt szerencséje jelenleg a Cowboysnek, és ugye kettő. Nézzük csak még egyszer. Igen, Fernándeznek ment a labda, ugye egyes szám, egy seam route-ot futott, és Golita középen nagyon jól helyezkedett, ahogy az előbb is említettem. Na, egy újabb passzjáték, és ez pedig egy droppal ér véget. Eric Alexander Ford, aki nagyon szépen bemutatkozott a Wolves elleni mérkőzésükön a második fordulóban, ezt ugye Bálint részletezte is a bejelentkezésünk, illetve a felvezetésünk alkalmával. Senkit ne zavarjon meg a neve. Tartja egyébként az import szabályt a Győr Sharks, ugyanis ugye Dusty Hawk irányítóként import, Andrés Fernández elkapóként import, Willi Hetten a védelemben import, és McRae az, aki nem biztos, hogy annyira sokat látunk most ezen a mérkőzésen, de ő is szintén elkapóként import. Eric Alexander Ford Norvégiából származó játékos, 1990. augusztusi születésű, és egyébként nem csak az amerikai futballban mélyült ő el, hanem a kosárlabdában is, olyannyira, hogy az Ammerud Basket, illetve az Asker Aliens Norvégia vonalbeli együtteseinél volt irányító kosárlabdában. Hát, hiányzott tőle ezúttal egy elkapás, és aztán utána a panttal azért összességében egész jól járt a Sharks. Oda ragasztotta a 20-ason belülre, igen, közel a 10-eshez a Cowboys-t. Ez így most egy free and out volt a Sharksnak, de legalább azzal vigasztalódhatnak, amit te is mondtál, hogy számukra azért kedvezőbb mezői pozícióból indulhat a védelmi drive-juk, illetve a Cowboys következő offense. Vári, passzjáték, Boros! Hozzá a first down. Szépen körbe lövöldözik egyébként a közelebbi zónákat a Cowboys támadói. Most a belső hook zónába Borosnak nagyon szépen el tudta kapni, és hát ketten lógtak rajta, de nagyon nehéz volt levinni. Róla tudjuk, hogy egy szívós rác, azért egy egyszerű ütközéssel alig ha lehet őt letántorítani a lábáról, hárman is kellettek hozzá, hogy végül aztán földre vihessék, következzen a második támoló, és a új első kísérlete a Cowboysnek. Zax irányába ment ez a play, de szintén rövid volt. Play action. Ez most rövidke passz volt. Még úgy is, hogy Zax térdelve próbálta elkapni. Nyilván, hogy ez sikerül, akkor ott helyben véget ért volna a játék az elkapással. Vári Mészárost keresi, akire hárman is megérkeznek. Hát abból nagyon nehéz kihozni yardot, de Mészáros ennek ellenére talpon van, és aztán még előre bukik. Óriási, amit küzdött Mészáros a labdával, pedig ez egy nagyon halottnak tűnő játék volt az elkapás után. Ennek ellenére plusz yardokat szerzett belőle Mészáros, és first down is. És sok volt a misztekül. Egy, kettő, ott a harmadik, és utána együttes erővel sikerült kigyűrni az oldalvonalon kívülre. Most már ez a sokadik ilyen eset, hogy akarom mondani, Mészárosan nincsen senkire, el tudom képzelni, hogy szándékosan védekeznek mélyen inkább az ő oldalán, és nem szeretnék megkockáztatni azt, hogy esetleg egy az egyben megverje a kornerét. Inkább föladják a rövid zónákat, viszont bebiztosítják, hogy így mélyen ne tudjon labdát elkapni Mészáros. Vári, Hetten, és fumble. Egy fumble, és a labdaszerzéssel ott van a játék vége. Csizmaziánál a labda, és a vörös zóna határán lesz talán. Azt gondolom, ott az orrabukás, ettől függetlenül egy nagyon jó mezőny pozíció a Sharksnál. Billy Hetten támadta le Várit, és gyakorlatilag neki is köszönhető a labdaszerzés, amit Csizmazia szedett össze.
és bemutatkozik így egy labdaszerzéssel nagyon keményen a Sharks védelme. Ja, ott Billy Hatton ott nagyon könnyen odaért Várira, ott nem volt feltétlenül megblokkolva, illetve talán ugye a szabadon marad, illetve a labdát nem megkapó futó nem vette őt fel elég erőszakosan. Hát most valószínűleg lehet, hogy a momentum átkerül ezáltal a győri oldalra, mert azért elég közel vannak a csárdához. Dusty Hawk, egy passzjáték, amire egyébként Pat Ogunji is 21-essel vadászott. Ő egy régi új arca a Cowboysnek, illetve az egész magyar-amerikai futballnak szerintem, akik rendszeresen követik az eseményeket, akkor ismerősként fogadhatják őt. Második kísérlet jön, és tényleg éppen a vörös zóna határán. Kövecsesnek az új hegyeiről pattant le a labda, egyébként ez egy ismételten szép ívben repülő labda volt. Nyilván azért az összhangot meg kell találnia az elkapókkal, Dusty Hawknak. Úgy is, hogy Erik Forddal egyébként Oszlóban játszottak együtt. És közben Erik Fordot hívja le a pályáról. Nem volt bent valószínűleg a fogvédője, és hát ez így ugyebár köztudottan szabály a HFL-ben, hogy fogvédő nélkül nem szabad pályára lépni. Ez azért eléggé buta dolog. Az egyik legfőbb célpontját veszíti el ezzel a Sharks offense erre a játékra nyilván, mert hogy erre így már nem lehet visszamennie. Dusty Hawk megint. Nagyon keményen meglőtt labda. Talán túl keményen is. Mit? Várfalvi Pétert kereste. Kicsit nem volt meg talán az egyetértés. Lehet, hogy Várfalvi lemaradt arról a helyről, ahol lennie kellett. Hát igen, egy picit talán Hawk lehet azt várta el tőle, hogy jobban szedje a lábát, és hogyha talán egy ütemmel gyorsabban futja meg a rútját, akkor ott is oda is érkezhetett volna a labdára. Ez az, amiben egyértelműen az összhang megszerzése nagyon fontos, hogy együtt készüljenek, és hát ez Hawkkal eddig nem volt meg. Harmadik kísérlet következik. Megint egy passzjáték, és ezúttal megvan az elkapás, Fernandez! És figyelt a lábára! Költöztetik a láncot előre, ugyanis a first down ezzel megvan. 10 yardon belül, nagyjából az 5 yardoson. Talán egy kicsit valamivel kijebb, de nem sokkal lesz a labda, és Fernandez húzta be remek mozdulattal. Nem kellett hozzá sok, hogy belepöccintsen Olá Richard, aki a Cowboysnek egy idei új szerzeménye, 84-es számmal láthatjuk őt ma játszani belső linebackerként. Dusty Hawk, és nincs meg! Hát én már mondtam volna, Kövecses kezei közül csúszott ez ki. Hawk biztos nem örül, mert ez ez azért nem. Érdekes volt látni egyébként, hogy a melegítő játékosok között ment végig egyről, vagy mindenkiről valahogy megemlékezve Dusty Hawk, amíg bemelegítettek a többiek, ezzel is tüzelve a játékos társait. Azért elég érzelmes, heves, legalábbis az oldalvonal mellett ezt szoktuk meg, tehát nyilván ugye a játékosoktól is hasonló érzelmeket várhat el, meg hát ezekben elkapásokat, ami azért nem egy irreális dolog. Dusty Hawk felíveli, az elkaphatatlan volt. Kövecsest kereste megint, most már sokadjára. Érdekes lesz majd azt figyelni, hogy Erik Alexander Fordra úgy fest, hogy eddig Kárpáti Balázs figyel, ami azért eléggé kemény élet Kárpátinak erre a mérkőzésre, de nem kereste még Fordot. És az a Kárpáti, aki tavaly ugye külső linebackerként szerepelt, főleg a Cowboys védelmében, de azt is tudva levő, hogy Kárpáti még korábbi éveiben cornert játszott, tehát ezért egy pozitívum az ő oldaláról, hogy... Na lássuk ezt most, és az ott egy labdaszerzés! Dusty Hawkot hátulról ütötték meg, és megszerzi a Cowboys. Ennyi volt a Győr Sharks támadó sorozata. Hát, pattog ide-oda a momentum.
szebbnél szebb védelmi megmozdulásokkal. És hogyha jól láttam, Magyar Ádám volt az, aki kicsapta a labdát a győri irányító kezéből. Ott van Magyar Ádám megmozdulása, és Bánfi kettessel rávetődik. Bánfi nagyon szépen látta, hogy merre pattog a labda, jól tudott lejönni a blokkolójáról. És ismét a Cowboys támadhat. Hát ez azért igen fájó. Méről? Hát bizony. A Győrnek. Főleg úgy, hogy hányszor nem sikerült elkapniuk a labdát ott a touchdown közelében. Konkrétan Kövecses, az egy TD pass volt. Igen. Nem volt egyébként itt az iménti Cowboys játéknál olyan különösen jó a snap. Elég nehéz volt összeszedni és aztán elindulni a labdával futva. És fel van adva most nekik megint a lecke, hogy mélyen a saját red zone-jukból kihozzák a labdát. Lássuk a második kísérletet, kicsit hátrébb szorultak a play-t követően. Vári, azaz átadta a labdát Vári, és aztán Lehmann indult el. Nagyon szép tekölt láthattunk egyébként 51-es számmal Fekete Valentintól, aki egy fiatal játékosa és nagy reménysége a győrieknek. Ugye, ahogy Lehmann tekergett ott a védők között. Lássuk a visszajátszásból, ez lesz a legegyszerűbb. Hopp! Ugye azt nem szabad elhallgatni, hogy teljesen új futói vannak a Cowboysnek, miközben Boros elkapását néztük végig, hiszen Raják Ricsinek a szlovákok elleni válogatott mérkőzésen elszakadt a keresztszalagja, hosszú rehabilitáció várt rá, illetve hát még erre a szezonra nem egészséges, úgyhogy új futó trióval vágott neki a Cowboys ennek a szezonnak. Hát gyengének találtatott Vakarcs ebben a mezőnyben, aki azért kirostálódott itt a Cowboysből. Lehmann és Zsila viszont egyelőre nagyon szépen viszik a labdát előre. Raják Ricsinek pedig ezúton is mielőbbi felépülést kívánunk természetesen. Újabb futás, nagyon nincs ott senki. És Lehmann iramodik meg, first down-hoz. Hát ez egy majdnem 20 yardos futás volt. Dupla first down. Dupla first down. Halmozzák az élvezeteket. Hát igen. Plusz az időjárással, hát tudnak élni. Azért ott árulkodó itt az ütközésnél, hogy mibe esnek vele. Finom. Frissen maradnak a srácok. Lehmann itt egyszerűen kihasználta a sebességbeli fölényét, és azért több győri védőt is le tudott hagyni. Vége az első negyednek. Az első negyed pedig akkor így ér véget. Egy Cowboys touchdown, egy gyors labdaváltással, úgyhogy azért vannak eseményeink. Innen jön majd a folytatás. A Hungarian Football League leglátványosabb akcióinak főszereplői az első és tízben. Hádász küzdelem test közelből a közvetítéseken. Tartsanak velünk, legyenek részesei az élménynek. Szakértőinkkel azon dolgozunk, hogy önöket is magával ragadja az amerikai futballérzés. Háború élőben, a Digi Sporton. A meccseken dráma és izgalom, győztes és vesztes megmozdulások. Mit hoz a következő forduló? Kiszerzi a legfontosabb pontokat? Részletes elemzések és háttér az első és tízben. Hírek és aktualitások, játékosok, szakértők, elemzések, nagy húzások és tragikus ballépések, okok és következmények, hallójáratokat kinyitni, a magyar-amerikai futball boszorkánykonyhája kitárja kapuit. Overtime, a Digi Sport és a tűzővel kifelé amerikai futball podcastje. Hallgassa akár útközben is.
meg is érkeztünk a második negyedre, úgyhogy mehet tovább a mérkőzés, illetve a Cables támadó sorozata. Nagyjából a fél pályán vannak. Vári. Hűha, ki kell menekülnie, két ember ugrott rá, de megoldott a Vári, és aztán utána Boros nem tudja behúzni, sárga zászló van a pályán. Vári nagyon szépen bújtott ki, a vakoldalról érkezett Csizmazia is. Hát Csizmazia konkrétan már arra várt, hogy hogy csomagolja be őt. Holding, offense 70, 10 yard. Első kísérlet. Cseri Zoltánnél a szabálytalanság. Egy holding szabálytalanság. Neki ez most a második. Igen, ott látható is. Jó, hogy Vári mozgott ki. Követte őt a védő, de Cseri nem tudta őt időben elengedni, és hát ez ilyenkor. Ez egy gyenge pontja tulajdonképpen a offense faljátékosoknak. Nem látják maguk mögül, hogy merre tart a labda hordó. Ilyenkor nehéz időben elengedni az éppen megblokkolt játékost. Egy újabb futás, Léman. Szép teköl mélyen. 50-essel ismét becs. Elkezdett működni a futójáték Cowboys részről. Ami azért lehet aggasztójel a Sharksnál, nagy Léman meglódulások után. Igen, jók voltak. Szépen szerzik a yardokat. Jók voltak belőle a blokkok. Cowboys részről történt egy double team is. Úgyhogy bőven elég volt, hogy Léman meg tudjon iramodni, és hozott belőle pár yardot. Második és 12. Ugye először vissza kéne jutni a kiinduló ponthoz. Vári ezúttal is átadja Léman. Léman ebből is végül is pozitív játék, sőt, mi több. Hát ott a line of scrimmage előtt talán már ott, mint hogyha lett volna egy szerelési kísérlet Lehmannal szemben, aztán mégis tovább iramodott a Cowboys futója. Igen, ott ketten is ugrottak utána. Ott lehet látni, szépen kikerüli, aztán itt is. Egy kitámasztás, nagyon szépen. Aztán végül úgy dönt inkább, hogy kilép a vonalon kívülre. Igen, ott kettessel Hatton próbált először utána kapni. Igen, talán Léman talán nem is látta szegény rendesen a vonalat, hogy igazából hol is van még benne a pályán, vagy hol nincs. Igen, kicsit értetlenül tette szét a kezét. Hát egyrészt a játékvezetőknek is nagyon nehéz dolga van emiatt. Másrészt persze futóknak, elkapóknak, hogy ott tartsák a vonalon belül a labdát. Csizmazia viszi le Lehmant. Ez most nagyon szép védekezés volt. Hátra is szorult ezzel jó pár yardot a Cowboys, és hát ugye negyedik kísérlet lévén fél pályáról nem érdemes megkockáztatni egy újabb offense play-t, úgyhogy érkezik a punt csapat. Mert hogy onnan a fél pályáról nem érdemes hősködni és neki menni ennek. Ez még ugye nem az a zóna, ahol ezt viszonylag büntetlenül meg lehet tenni. A magyar család indítja el a rúgással a labdát. Egész jól is pattan, bár azért itt nyilván nem számíthatunk olyan különösen nagy pattogásokra, hogyha ekkora pocsolyák vannak a pályán. De azért nem volt ez rossz, és így a Sharksnak egy egészen nehéz kiinduló pontot hagy. Kb. A 20-asról következhet majd ott támadásuk. Kicsit egyébként beszéljünk a Sharksról, mert hogy azért itt érdekes dolgok vannak, most már ugye egymás után második szezonban kell nagyon-nagyon belenyúlniuk a csapatba. Troy Baker elküldése tavaly, aztán ugye Cody Emmennel kezdték a bajnokságot, John Ross Hudson érkezett irányítóba, jött két egészen remek import, azt gondolom Poindexter és Horton személyében. Aztán ugye gyakorlatilag megint mindent kezdhettek előről, miközben Hawk ezúttal is passzolt volna, de nincs belőle elkapás. Szóval, hogy
hogy gyakorlatilag a Sharks az első heteket, hónapokat rendre-rendre feladja, aztán utána megpróbál nyilván összeállni, de azért ez nyilván nem egy hosszú távon nem igazán kivitelezhető, meg sikerre vihető talán. Igen, picit a tavalyi szezonkezdésük ugye idén megismétli önmagát, ugye ahogy te is mondtad, az irányító választásuk idén sem vált be igazán. Ezt ugye most próbálják orvosolni, viszont utána ugye az új irányítóval, Dustin Hall, akarom mondani, Hudsonnel, illetve a két védő importtal azért fel tudták venni a ritmust, és nagyon színvonalas játékokat, illetve mérkőzéseket tudtak játszani a szezon második felében. Hát ez sajnos már nem jelentett nekik aztán végül rájátszást, de látszott, hogy van potenciál ebben a csapatban. Hát, igen, így a rekrutáláson van még mit azért dolgozniuk, és hogyha valóban jó importokat tudnának már találni szezonkezdésre, akkor ők is nagyon rájátszásra, illetve döntőre veszélyes csapatok lennének. Hát most azért idézőjelben szerencséjük az, hogy nem fog kiesni senki az alapszakasz után, és hogyha esetleg nem hoznak olyan jó, mondom esetleg természetesen nem hoznak olyan jó produkciót, Erik Alexander Ford irányába ment ez a labda. Az viszont egyébként nem egy rossz gondolat, és azért ezt még talán majd érdemes bizonyos periódusokban boncolgatni, bár egyelőre ugye Fordnak nincs még elkapása, erről azonban azért Német Márton is tehetett. Szóval, hogy azért az, hogy egy norvég fiúhoz fordultak, ugye hivatalosan nem import, nem nincs benne abban a küldöttségben, viszont egy abszolút import képességű játékosnak tűnt, az meg nem egy rossz irány, ez nyilván ugye Dusty Hawk vonala, aki Norvégiában is edzősködött, az Oslo Vikingsnál ismerkedett meg Forddal. Fosztán, Offense 99, 5 yard, 4. kísérlet. Szóval, hogy összességében, hogyha így előkerülnek esetleg olyan játékosok, akikkel az import szabályt nem szegik meg, az még azért lehet segítség. Így igaz, hát ugye találkoztunk már ilyennel tavaly például a Dunajváros esetében, hogy például brit játékosokat hoztak, és azért az ő irányukban is nagyok voltak az elvárások, hát ők enyhén szólva nem váltak be annyira, mint ahogy azt ők szerették volna, de ez mindenféleképpen egy pozitívum. A rugójátékos tért, de a talajt érintett, ezért a játék az adott pontban meghalt. Első kísérlet. Na az aztán. Az aztán gyakorlatilag a lábon lövés. Igen. Jaj. Hát ez... Igen, ilyenkor azért nehéz odafigyelni arra, hogy a labdát is megfelelően, illetve biztosan el tudja kapni a Panther. Rozman Ferenc, aki egyébként bal tackle is. Valamint, hogy azért a térde ne érjen le, hát ez most per pillanat nem sikerült, hát 10 yardon belül került ezzel a Cowboys tulajdonképpen a touchdown. Sőt, hát a gólvonalon gyakorlatilag kopogtatnak. Igen, most, hogy mondott, köszönöm, valóban nagyon közel vannak magához az endzónhoz is. Nagyjából egyébként ilyen 5-6 yardnál van ezúttal a labda, és a Cowboys, hát igen, ugye itt egyetemi szabályok alapján játszuk. Ezt, vagy játsszák ezt, és hát ott, amikor nem a lábér, hanem minden más testrész éri a földet, akkor ott azonnal vége. Közben 52-essel Kovács Richard volt az, aki megállította a futást. Nézzük csak, nagyon szépen átjön. Hát ott azért 75-ös számmal Vadlövő Péter nem feltétlenül blokkolta őt meg kellő erőszakossággal, úgyhogy azért Kovács könnyedén át tudott jönni, és a line of scrimmage mögött csinálta meg a tackle-t. Úgyhogy második kísérlet következik. Ezzel nem ez jutott a védelem, előre a Cowboys. Ez a védekezés most nagyon kellett a Győrnek. De hát még így is van 3 kísérlete a Cowboysnek. Ugye az imént is a gólvonal védelme, az rendben volt alapvetően rossz a Sharksnak. Vári nem tudta már összeszedni. Arra kellett mennie, hogy egyáltalán ott tartsa magánál a labdát. Ne legyen ebből egy fumble. Hát nehéz, meg csúszik a labda itt az imént. A long snap is valószínűleg azért volt ennyire lapos, és ezért nem lehetett összeszedni máshogy, mint térden csúszva, mert egész egyszerűen kicsúszik. Ilyenkor ugye a long snapper, vagy hát a center kezéből nehéz feladni a csúszós labdát. Így viszont akkor a 10-esen kívülre szorult a Cowboys. Harmadik kísérlet.
Ezután most jó a snap, Vári veri a sarokba, és Mészáros. Mészáros Marci. Touchdown Cowboys. Hát csak be tudták váltani ezt a elrontott pántot. És gyakorlatilag azonnal kifigyelte azt a matchupot Mészárosnál. Vári ívelte be a sarokba, és ugye jelen pillanatban McRae az, aki 11-essel nem elkapóként, hanem defensív backként szerepel. Ő marad le róla. Mészárosnak pedig ez így innentől egy könnyű elkapás. Megvan neki a negyedik touchdown elkapása a szezonban. Elekkel egyenlít ezzel a touchdown szerzők ranglistáján az első helyen. Nem választott rossz szöget egyébként McRae, viszont pont abban a pillanatban, amikor visszanézett a labdára, Mészáros Marci abban a ritmusban éppen mögé tudott kerülni. Oha! Hop-hop! Két pontos kísérletre ment rá a Cowboys. Az imént ugye az a kihagyott extra pont úgy néz ki, hogy megragad bennük, és ezért a két pontost választották, viszont Lehmann ezzel nem tudott élni. Bum! Nagyon szép védőmunka ismét volt. Ismét Kovács. Igen, Kovács Richárdot kell megint kiemelni tehát. Így is ettől függetlenül kettő labdabirtoklásnyi különbségre kerül a Cowboys a szerzett pontjaival. 12-0-ra vezetnek a vendégek, tehát két touchdownnal, de extra pont vagy két pontos nélkül tehát. Következzen egy újabb kickoff. És hát most már a Sharksnak Dustin Hawkkal valamit virítania kell, hogy ezt szorosabbá akarja tenni a hazai együttes. Itt ugye Arthur Brownnal egyeztet Dusty Hawk, kolorádói illetőségű fiatalember egyébként, a győri irányító most már, és egyébként igen csak jó nevű egyetemeken is pallérozódott ő. University of Arkansas, illetve a Southwest Baptist University, utóbbi egyébként egy NCAA divízió 2-es egyetem volt, úgyhogy azért nem rossz névő a szakmában. Közben pici technikai malőr, ugye meg kell tartani a labdát. Német Marcinak segítenie kell ebben. Na lesz ebből visszahordás. Jól pattan a labda, úgyhogy el lehet indulni. Ez egy nagyon, nagyon szerencsés pattanás volt. Ez végződhetett volna máshogy is. Egyelőre talán az valamelyest meglepő, hogy passz egyáltalán nem nagyon nyúltak ahhoz, hogy esetleg egy futójátékkal kicsit lazítani az ellenfelet. Igen, érdemes lenne valóban a Győrnél egy kicsit a futással. Tikus falembert játszik az offenszből. Futással is fűszerezni a dolgokat, közben volt egy spori bejelentés. Még gondolom messz számmal kapcsolatos. Így van, meg is jön a futás. Csak a blokkok nem voltak meg mellé. Ebből így nem sikerült sokat kihozni. Igen, Jesse Fernandez, aki azért hát, mint már sokat gyára is megtapasztaljuk, multifunkcionális tagja ennek a győri alakulatnak. És hát egy valódi energiabomba, hát... Ugye ő vezetőedzői pozíciót is ellátott az előző idény második felében. Emellett ugye safetyként, elkapóként, punt returnerként láttuk már, most éppen futóként. Második kísérlet, Hawk passzol, és elindítja hosszan, és ezt sem sikerül behúzni. Hát! Várfalvi második dropja. Második dropja? Második dropja. Igen. Keresztkérdés, bocs. Azért figyelek. Jó. Ugye Kövecses ejtett labdáját is az endzone-ban, azt is oda kell venni. Kár ezért. Meg volt. Várfalvi ott hagyta az emberét. Senki nem volt körülötte. Hát addigra, mire Kárpáti odaért, már be kellett volna húzni a labdát.
picit ugye meg kellett azért torpanjon, tehát nem. Nem tudott ritmusban maradni, de valóban az elkapás meg lehetett volna nagyon, nagyon egyszerűen. Én azt gondolom egyébként, hogy Hawknak a karereje meg lett volna, ez is talán inkább, mivel elég csálé repült a labda, talán a víz miatt, és a labda csúszósága miatt lehetett így. Fernandest tessékelik ki az oldalvonalon. Semmi, abszolút semmi kifogás nincsen Hó karerejével kapcsolatban. Teljes, maximális energiával dobja oda a kellő helyre a labdákat. Közben egy read option-t láthattunk. Ugye amikor az irányító első blikre megtartja a labdát, elindul, és ugye olvassa a kulcsait, attól függően, hogy kire lépnek föl a védők, vagy megtartja magának, aztán vagy ugye egy nagyon fontos negyedik. Hawk passza, és ez most megvan! Negyedik kísérletet old meg a Sharks. Itt azért húztak egy merészetbet, ugye mennék bőven. Saját térfelükön, bizony. Saját térfelükön voltak, de ezzel meg is van a first down. Ez egy nagyon tökös megoldás volt most a győriektől. 16-os számmal Keller Péter. Kolita is ott volt, Ogunji is ott volt. Nyilván azért összességében a győri irányítónak is, meg úgy egyáltalán mindenkinek jót tehet az, hogy egy ilyennel azért jelzik, nincsenek annyira lejátszva a pályáról. És hogyha esetleg figyelted most a visszajátszást, Golitáig nagyon okosan az ütközés után próbáltak rámenni a labdára. Ugye még a forward progress nem állt meg, nem volt csípszó, próbálták kikanalazni, de hát aztán ez nem sikerült. Hawk, megint egy passz. És egy zászló. Holding, defense 56, 10 yard, és automatikus első kísérlet, a labda keresztül ezt a neutrális zónát. Defensive holding, ugyebár vélhetően az egyik rúgott futó elkapó játékoson történhetett. Cirkost kellett egyébként felsegíteni, ő volt az, aki nehezebben tápászkodott föl a játék után, inkább ez védője. És akkor azért ez egy igen jelentős előrehaladás most a Sharksnál. Igen, azért a büntetések is néhol-néhol segítik őket az előrehaladásban, de hát ez a futball része természetesen. Ez mind a két oldalon érvényesülhet egyébként. Most nézzük az újabb első kísérletet, motion keresztbe. Üha. Rossz snap. Jaj, és arra csak figyelni kell, és Hawk rá is vetődik. Egy kis dagonya. Közben egyébként ugye arra kell nagyon figyelni, hogy, és amit egyébként bejelentettek Zsidai Attiláék, ötös számmal gárdot játszik Kövecses. Azért, hogyha itt Fernandez multifunkciós létéről beszéltünk, akkor Kövecsest is mindenképpen meg kell énekelni. Szó se róla. Ilyen mi voltában. Elkapó, kicker, ugye az ő alapvető posztja futó még régről, de hát linebackert is játszott. Linebackert is, igen, köszönöm, igazad van. Úgyhogy a Győrben sok az ilyen játékos. Hawk. Egy passzjáték, és az elkapás jó fortól. Örül neki ő is, és hát láthatjuk, hogy most már bevette a fogvédőjét. Nem hátrány, mert hogyha nincs bent, akkor nem lehet a pályán, viszont behúzta-e vajon? És ez ki fogja megállapítani? Hogy hol van a vonal? Hűha! Hűha! Nem adták meg egyébként az elkapást. A második csapat időkérés. A fél időből hátra lévő idő 4-24. Hát én ebben nem szeretnék se pro, se kontra hozzászólni. Hogy tudnál? Tehát láttál ott vonalat? Hát pont ez az, hogy nincsenek meg a feltételei annak, hogy bármit is merészen mondhassak.
Egy kicsit a Cowboys védelmi idejébe belehallgathattunk. Meg az eső zúgásába. A kettő együtt ilyen különleges hangélményt adhatott a kedves nézőknek. Igen, de lehet, hogy az igazi taktika is valahol ott van a kettő egyvelegében. Hát azért ez nehéz. Nehéz megemészteni, hogy most ugye Ford hol tette le a lábát. Nyilván visszanézni nagyon nem érdemes. Persze ott a sporik figyelhetnek, hogy a vonal helye vajon, vagy ahol még elképzelhetik, az hol volt. Hát ugye az eső dolgozik folyamatosan, és így ez gyakorlatilag nagyon nehezen megállapítható, hogy elkapó teszi le a lábát. És azért látható volt, hogy a sporik nagyon gondosan próbálják óvni, illetve valamelyest szárazon tartani a labdát a cudar idő ellenére, de hát ez sajnos csak ideig, óráig. Az irányítóknak tetszik ez. Feltétlenül, és gondolom azért a centereknek is. Igen. Természetesen. Ok. Hoppá! El kell mozognia a Bamfi. Megint aki majdnem lecsapott rá, és megint foltot kereste. Igen, de ez most ezúttal meglehetősen mögé ment. És hát Bamfinak valóban nem sok kellett, hogy Hóknál beköszönjön egy szekkel. Azért nem egy betói gyerek, tehát azért Bamfi zúgott rá, és ennyi volt, csak hogy egy kicsit lejjebb ment Dusty Hawk. Kimozgott, azt lehet látni. Hopp. Hello! És aztán utána... Hát ez azért elég volt arra, igen, hogy a kifordulásból már ne tudjon egy pontos passz dobni. Más, akarom mondani, igen. Negyedik kísérlet. Akkor csak hát jól igen. Láttam. Negyedik kísérlet, de legalább ott vannak a Cowboys tér felén, ugye ez az a bizonyos zóna, amit el szoktunk mondani, hogy innen elindítható egy negyedik, Hawk. El kell dobnia, és megint droppol! Várfalvi Péter! Hát nem tudom. Nem tudom, hogy ezeket már mind-mind a időjárás rovására lehet-e írni. Minden esetre hókor rajta voltak nagyon sokan. Hát ott... Ez most már szerintem az előző kettő összes emlékével. Ott Várfalvi érzésem szerint már nagyon nézett előre, hogy jön neke. Tehát még nem volt a kezébe labda, nem is ért le a földre a lábával, lehet, de már van. Fordult előre, és azt nézte, hogy érkezik-e valaki, és lehet, hogy ezt van. Nem szabad. Én szerintem még az is benne volt, az előző kettőnek az emléke még a vállain. Az is elképzelhető. Minden esetre most már hármat kell majd cipelnie. A Cowboys-é a labda így. Dánokkal történt meg a labdaszerzés, és így a 40-esükről kell elindulni nagyjából, kicsit előrébb. Billy Hattent láthattuk ugye előbb a képernyőn, illetve aztán a visszajátszás alkalmával is, hát szépen lefeküdt tulajdonképpen a Cowboys futója elé, és ezáltal tudta megállítani a játékot. Újabb futás, ezúttal Lehman. Azért ott alakul a buli. Ott azért nem maradnak szárazon a srácok. Ott 90-essel valaki picit, Pantali Dániel picit, mint hogyha sántított volna. Lehman azért szélre jókat tud futni. De már nem első alkalommal, ugye ezt sebességből meg tudja oldani. Ugye a kapott blokkokat is. Igazából egy 6 yardot hozott belőle. Harmadik kísérlet. Fél pályához kellene eljutni, hoppá. Mehet tovább, az nem volt semmi. Igen, nem indította el a Cowboys, nyilván akkor lépett volna az életbe. Ott a blokkokat próbálja kihasználni Lehman, és a Sharks megszerezte a labdát, megszerezte! Bognár Máté ismét, 47-essel. Bognár Máté nagyon ott van a labda körül, elég sok alkalommal.
Lássuk csak, húzógárd. Mélyre jött a teköl, és hát igen, valószínűleg. Na innen majd jobban látjuk. Puff, igen. Azért, amit itt sokszor elmondtunk, hogy a Sharks védelme hogyan tartja magát, ez megint egyébként abszolút aktuális. Labdaszerzésekkel próbál az offense-nek segíteni, de most már valamit virítania kell. A Sharksról alapvetően elmondható már hosszú évek óta, hogy egy nagyon fizikális játékot játszanak, és tudnak is játszani. Hát ennek azért mindig tanú bizonyságát teszik. Horváth Péter. Offense. A baloldali gárd is tekül. 5 yard. Első kísérlet. Horváth Péter egyébként, aki időközben bement az öltözőbe, az ő helyén láthattuk Kövecsest. Jobboldali gárdban. Hát nyilván ugye ez is még nehezíti a Sharks dolgát, hogy az eddig megszokott támadó fal sem a régi már. Reméljük, hogy nem történt komoly sérülés a részéről. Minden esetre hátrébb költözött most a Sharks. Hát Kövecsesnek megvan a termete hozzá, hogy zöggenőmentesen be tudjon állni ilyen helyzetben az offense falba is akár. Delay of game. Offense 8. 5 yard. Első kísérlet. Ajaj, most azért. Hiába a labdaszerzés. Egészen szépen visszahaladtak a saját térfelükre. 243 yardosokon vannak így. Most hirtelen megduplázták ugye a megtenni kívánt yardjaik számát ugye az first downhoz, ugye első és 20 ezzel, egy két büntetést követően. Hó kimozog. És aztán embert keres. És interception. És így interception. Meg egy zászló. Kárpáti kezében landol a labda, de várjuk a sárga zászló eredményét. Ott azért nagy volt a dzsumbúj, és látszódott Hókon, hogy gyorsan el akarja dobni, mert érezte, hogy jönnek mögötte. Pass interference, defense 1, automatikus first down. Így akkor megmenekül a labda eladástól a Sharks. Németh Marci szabálytalanságát vették észre a játékvezetők, és automatikus első kísérlet joga jön most a Sharksnak. Előbb ért az emberhez. Hát a Cowboys védője, Várfalvi volt egyébként megint üresen. Hát ez azért nálam elmegy. Hát az ítélet megszületett. Nézzük tovább a mérkőzést, én azt javaslom. Jó, nyilván nagyon-nagyon nehéz egyébként, azt ki kell hangsúlyozni, mert villámgyorsan kell döntenie a játékvezetőknek, de szerintem amikor a labda az elkapóhozért abban a pillanatban jött Németh Marci, és tökéletes tekölt csinált szerintem. Hó kicsit áthívja a dolgokat. Ujjajaj! Pillanatra elhagyja a labdát, aztán utána összecsomagolják. Hát, ugye egy ilyen adhok jellegű menekülés lett volna ebből. Pánfi kapta el a lábát. Élvezi is. Igen, Bánfi ott közben dobott egy szép nagy szaltót. Egyes számmal ugye Fernández bekatolta, de utána ugye meg tudta őrizni a lélek jelenlétét, és mivel közel volt Hókhoz, még tényleg annyit meg tudott tenni, hogy utána nyúlt, és hát ez bőven elég is volt, ugye vége legyen a játéknak. Hóknak meg nem volt szerencséje, mikor el akarta dobni, abban a pillanatban kicsúszott a kezéből a labda. Hók passzjáték. Bum! Már természetesen nem lehetett tovább vinni. 24-essel Baranyait kereste Hók ezúttal. Nézzük a visszajátszást. Ő biztos kezű volt. Golita bemegy szépen derék alá, és utána pedig Olá Ricsi ér még ki, és ketten viszi ki, de hát akkor már ugye nem volt a labda bőven, amikor kicsúszik a kezéből. Ez egy szép játék volt ezúttal. Demeter volt szerintem egyébként, aki
elsőre odaért. Bocsánat, 34-essel. Igazad van. 2 perces idő, 2 perces figyelmeztetés. A hátralévő idő 1.55. Az előző játékot visszanézzük, a pályahozott döntést megnézzük, hogy elkapás vagy nem kapás, emelkapás történt. Elkapták. Hát, ha, szerinted vagy, elkapták? Vagy nem kapták? Hát most minden esetre majd megnézzük. Elsőre nekem úgy tűnt, hogy megvan. Ugye kijött a labda, tehát ott ugye az volt itt a kérdés, hogy igen, vajon van-e fumble. Hát de ezért van a technika, és hogyha van, akkor használjuk is. Ugye megint csak kérdezném, hol a vonal? Tehát, hűha! Hát szerintem az már ott térde, nem volt itt lent? Ott még nem. Ott még nincs lent. Egy ütközés. Ott már, hát szerintem ez talán ez már vége. Vége volt a játéknak, szerintem. Itt a végén jön ki. Minden esetre Olaricsi nagyon szép ütemben érkezett oda. És majd azért szerintem érdemes kicsit a Cowboys-nek a linebacker soráról beszélni, mert azért mindenképpen, láthatóan... Mindenképpen, most hallgassuk meg ezt az ítéletet, mert most megtudjuk, hogy elkapás, vagy nem. Nézés után a pályázott ítélet marad, a játék vége elkapás, harmadik kísérlet. Jó döntés született szerintem. Én is úgy vélem. Baranyai elkapása tehát akkor így. Szóval nem maradt. Linebacker sor. Linebacker sor. Na hát már ugye említettük, hogy Olaricsi ugye ide került a Cowboys-hez, és ugye a kezdő 11 alapján egy kicsit, talán ezt még az első magazin során említettük, vagy beszéltünk róla, hogy ezáltal picit átalakult ugye a kezdősor, és törzsök kikerült szélre, amin azért alapvetően csodálkoztunk volna, hiszen törzsöknek nem feltétlenül van meg az a fajta hoppá! És hók! Kijött a labda, Cowboys szerzi meg, de ez most megint nagyon-nagyon hát most a határán volt bizony annak, hogy vajon mikor is. Kicsit hók lenyírta a füvet is a sisakjával. Hát nagyon úgy fest, hogy itt viszont hát a bírók eldöntöttek, itt turnover labda vesztést jeleznek a Sharksnál. Azért, na lássuk a visszajátszást. Bum, hát ez egyértelmű. Ez egyértelmű, ezt tökéletesen látták. 90-essel érkezett Cirkos Dániel hátulról. És szép nagyot ütött hókon ahhoz, hogy kiejtse a kezéből a labdát. Na és akkor megint a Sharks védelmének kell tartania az ellenfelet. Na de meddig lehet? Középső futást Zsila láthattunk, igen, és ezúttal Zsila. Valóban. ...51-essel aztán oda tudott lépni Fekete Valentin, és egy olyan 4-5 yard után, 6 yard után sikerült megállítaniuk a play-t. Megint Zsila kapja. Bum! És még egy fumble. Hűha! Hűha! ...64-essel Hector Miranda, illetve 53-assal, mint egy csizma. Buhúha! Hát ez bizony fumble. És ott marad a labda a sártengerben. Soha nem is mozgott volna. Pecs hatalmasat ütközött Zsilán. Hatalmasat ütközött rajta. Ez nagyon tetszett. Ez nagyon tetszett. Harmadik és 7. Minden esetre maradt a Cowboys-nél. Így igaz. De zászló.
tovább. Így bejelentés nélkül volt valami. Minden esetre az biztos, hogy a Kábelsz... Volt valami 5 yardért. Hosszár. Offense 15. Támad csapat. Percen belül követel a szabálytalanságot. Ezért a vétlen csapat kéri a 10 másodperc lepörgetését. Amelyet a támadók kiváltanak. Időkérés. Offense. Harmadik csapat időkérés. Így marad a 15 másodperc. Na hát akkor egy kis taktikai adok-kapokat láthattunk most ebben a pillanatban. Ugye valóban ilyen létezik, hogy ilyen esetben akkor lepörgethetik a hátralévő időt a vétlen csapat tagjai. A Sharks szeretett volna túl lenni azon, hogy itt a Cowboys ideje lemenjen. A Cowboys viszont még szeretne azért valami játékot, talán esetleg egy field goalt, vagy hát merészebb álmokat dédelgetnek. És hát ezt Troy Bakernél sosem lehet tudni. Nem lehet tudni, bár most nagyon úgy fest, hogy azért itt az eső kopogása egyre inkább átveszi a taktika fölött az uralmat, legalábbis itt technikai téren, úgyhogy sokat nem hallunk ebből, de hát azt azért el lehet mondani, hogy így azért eléggé mélyen a saját térfelükön vannak a kolomposok, nagyjából 34-35 yardnál, úgyhogy azért még bőven kellene tenniük a pontszerzés érdekében, 15 másodpercet jeleztek ugye a játékvezetők, az fontos elmondani, hogy a mi óránk, amit lehet látni, az tájékoztató jellegű. A hivatalos óra a bíróknál leledzik. Úgyhogy hát ez gyakorlatilag két játék, de ugye a harmadikkal akkor... Igen. Hát itt most ugye a legeslegkézen fekvőbb egy ekkora távolságnál ugye egy hosszú passz, esetleg egy Hail Mary. És azt mondtának kilépni. Igen. Vagy esetleg egy screen. Vagy valami trükk, ugye láthattuk. Igen. Azért Golitánál, Mészárossal egész szépen összejátszottak. Na nézzük, várj, hát először meg kellett szelídíteni a labdát, aztán utána beszekkelik. Aztán viszont őt szelídítették meg a győriek. Kovács Richard már sokat kiválóan játszik. Kiválóan játszik Csizmazi a Tamás társaságában, azért ők nagyon szépen megélnek a védőfalban. Azért a győri védelem vége a fél időnek ellen nem sokat lehet felhozni. Tehát ők nagyon megállják a helyüket, tartják magukat. Itt ugye a győri offense-nek kéne egy kicsit föllépni melléjük, ugye pontosabb passzokkal, nem szabad többet droppolni most kicsit. Már. Én azt mondom, hogy azért a győri offense-t ne vonjuk be az egész győri offense-t, a győri elkapók. Egész egyszerűen neki kellene. Igazad van, én is próbáltam úgy rájuk vezetni a dolgot, mert valóban azért Dustin Hawknak a passzai nagyon pontosak, nagyon erőteljesek, megfelelően oda vannak dobva. Igen, valóban, ahogy te is mondod, hogy az elkapók sajnos nem remekelnek, sokat drop, ezen mindenféleképpen a fél időben kell kicsit dolgozni, akár fejben, akár átbeszélni, esetleg a kesztyűket megjavítani valahogy, de hát erre való a fél idő valóban, hogy mind a két csapat kicsit le tudjon ülni, végig gondolni a dolgokat. Megoldás kell, meghallgathatjuk, hogy mi lehet az Arthur Brown-tól. Igen, köszönöm szépen, Andrés. Do you need to change some gloves? Kellenek a kesztyűcserék? Hát igen, mindenki kiejti. Jó, nyilván nagyon nehéz, nagyon vizes. A második fél időben ezzel javítani kell. What do you think, is your defense strong enough? It's just 12 points gondolsz, on the board. Védelem jól helytelt? Igen, jól. Nyilván összességében volt egy olyan, amikor egy rövid pályát kellett menni, de azért összességében a védelem az nagyon szépen helytáll. Do you think Dustin is Dustin jól mozog a pályán. Dustin jól mozog a pályán, jól csinálja a dolgokat. Nyilván jobban kell kontrollálni a labdát is, tehát minden vizes, ez nagy probléma. De a második fél időben ezt meg kell próbálni javítani. Thank you very much. Köszönjük szépen. Hát hallottuk, azt hiszem, hogy min kell javítani. Mi ehhez már nagyon sokat nem tudunk hozzáfűzni. 12-0-ra vezet a Budapest Cowboys a harmadik forduló nyitó mérkőzésén a Makers már KFL-ben, úgyhogy innen jön majd a folytatás. Vezet a Budapest Cowboys a HFL harmadik fordulójának nyitó találkozóján.
Az eredmény maga talán az nem meglepő. Összességében talán, amit látunk, az sem feltétlen. De lehetne, talán lehetne egy kicsit szorosabb ez a mérkőzés. Mit szólsz ez a felvetéshez? Hát most azért nem mondhatni, hogy nem szoros, tehát... Igen, még nem dőlt el, tehát azért arról nem lehet beszélni. Miközben megnézhetjük a pontszerző akciókat az első fél időben. Igen, Zax Norbert nagyon egyedül maradt. Nem tudta őt követni a corner. Aztán sajnos ez a extra pont nagyon mellé ment. Ne tereld a szót. Ez egy nagyon szép összefoglaló egyébként itt most Mészáros Márton társdányát. Szóval, hogy azért lehetne ez még inkább éles ez a meccs. Hát van most rá még egy plusz fél időnk, hogy ez az legyen. Úgyhogy itt még semmi nincsen veszve Győri oldalról. Már többször kiemeltük, hogy a védelmük azért remekül teljesít. Szépen megállítják a futásokat. Ugye itt a passzvédekezésben. Statisztikákat látunk, hát egyelőre azért. Vári esőben 8/16, 84 yard, 2 touchdown pass, 1 fumble. És hát ugye Dusty Hawk nagyon sokat passzol szintén, de csak 3 sikeres elkapás született ebből. Kelleré például az egyik, és Fernandezé a másik. Nagyjából ez egy olyan átlagban 10 yardos haladás, amikor sikerül elkapni az ő passzát. De hát azért ez a 3/15, ez nagyon-nagyon könnyedén lehetne, nem tudom, 9/15. Tehát azért itt a dropokat nem szabad elfelejteni. Például Kövecses, aki az endzónban ejtette el labdát, gyakorlatilag már a keze között volt, és Várfalvi Péter, aki pedig 3 elejtett labdánál jár. Tagadhatatlan, hogy az időjárási körülmények rányomják a bélyegét eddig a mérkőzésre. Kíváncsian várom, hogy tudnak ezen javítani a második fél időben Győrön, vagy akarom Győri oldalon. Meglátjuk. Szóval amit elköztem az előbb, igen, hogy a győri védelem azért megállja a helyét maximálisan, bizonyám. Tehát nagyon jól fogják a futásokat, és ugye veszélyesek a labdaszerzésekre is. Az elkapóiknak kell javulni. Így van, azt gondolom, hogy ez eléggé könnyedén leszűkíthető, és nyilván nem kipécézve ezt az egységet, de rájuk, mert hogy valóban a védelem az rendben van, nagyon szépen tartja magát az elején, különösen az első drive-ban elkapásokkal haladt a Cowboys, de összességében azt is azért sikerült megfogni. Nyilván itt a második negyedben vált igazán kaotikussá a helyzet, miközben egyébként újra húzták legalább az oldalvonalakat. Szóval kaotikussá vált a helyzet, itt több elejtett labda a futók részéről, az irányítók részéről már megtörtént, de hát nyilván itt főleg a győri oldalon kell igazán súlykolni a fejekbe, hogy bizony egész egyszerűen valahogy nem kell belőle talán azt mondom plusz yardokat se hozni, csak legalább a labda az elkapó két keze között ott maradjon. Igaz, és aggodalomra abszolút nincs ok az ő részükről, a maximálisan partiban vannak továbbra is, kicsit pontosabban kell játszani, és meg lesznek az elkapások, meg lesznek a yardok, és bízunk benne, hogy az izgalmak is miután tudnak majd pontokat szerezni. De nyilván persze azért a Cowboys érdemeit sem szabad elvitatni. Gyakorlatilag az első drive-tól kezdve szépen próbált haladni Vári vezetésével a csapat, és összességében ugye ez 2 pontszerző akcióban csúcsosodott ki, a második esetén ugye nem kellett annyira sokat haladni azzal, és hát ez egy olyan csapatképe, amelynek nyilván ugye ebben a helyzetben meg kell küzdenie az elemekkel, de nem véletlenül áll 2-0-val ez a Budapest Cowboys, és jelen pillanatban egy fél időre van attól, hogy 3 győzelemmel és 0 vereséggel vezesse a HFL-t, és gyakorlatilag fél lábbal ott legyen, akár az első 2 kiemelt valamelyikén. Ez egy 3-0-ás alapszakasz félidei állás azért az eléggé meggyőző lehetne, és további magabiztosságra adhatna okot az ő részükről. Nyilván még akkor is, hogyha azért most a hátsó hármast pipálnák ki, tehát ugye nem a közvetlen riválisokat, mert ugye szintén 2-0-val álló Wolves és Entroners következik majd még nekik,
fordított sorrendben, ugye először a Wolves, aztán a koronázók. Persze, ez nem jelent semmit. Hát nyilván, aki ott akar lenni a döntőben, és véletlenül meg is akarja nyerni az idei HFL-t, azoknak annak a csapatnak minden mérkőzésen jól kell játszania, és minden csapatot meg kell tudnia verni. Hogy aztán majd nyáron ők emelhessék a magasba a kupát. Szépen lassan szállingóznak vissza a játékosok a pályára, hogy elkezdődjön aztán a második félidő. Összességében ugye Várinál is jegyezhetünk fel fumble, de azért ő jobban vigyáz a labdára nyilván, azért ő nincsen annyira, hogy mondjam, az élén használva, mint ugye Dusty Hawk, aki sok rizikót is vállal nyilván olykor, amikor a labdát tartja. Ugye volt labdavesztése olyan helyzetből is, amikor hátulról ütötték őt meg. Összességében hogy tetszik neked eddig Hawk játéka? Ahogy azt korábban is mondtam, az nagyon tetszik, hogy erőteljesen dobja el a labdákat, és oda mennek a labdák, ahova ő azokat szánja. Úgyhogy reméljük, hogy meg tudták beszélni ugye az elkapókkal ugye a hibákat, tudnak javítani, és a kommunikáció is meg lesz köztük most a második fél időre. Hát, hogyha tartja azt a mentalitást, amit mondjuk a győri mérkőzésen láttunk tőlük, akkor lehet, hogy kaptak belőle a fél időben a fiúk. Most pedig meghallgathatjuk Troy Bakert, a Cables vezetőedzőjét. Troy, what do you think about the first half? Mit gondolsz az első fél időről? Hát elég furcsa volt mind a két csapatnak, azért voltak gondjai, természetesen a labda megtartásával is. Ezért a futójátékot stabilizálni kell ez persze a támadósor. Összességében nem rossz a helyzet, de nem vagyok elégedett sem ebben a helyzetben. Túl kell lépnünk ezeken az akadályozó tényezőkön. A lot of penalties, a lot of misplays from both sides. Sok mind a két oldalon a büntetés, az elhibázott játék. Hát igen, ez valamin ugye nyilván változtatni kell, ez azt mutatja. Ezt megpróbáljuk megtenni, de néha egész egyszerűen butaságot csináltunk. És nyilván ezen változtatni érdemes, és ezen próbálunk is majd. Thank you very much. See you at the end of the game. Sziasztok, Andris! Elég önkritikus szavak után, azért nyilván nem ennyire tragikus a helyzet a Cables-nél, nyilván edzőként egészen más lelki állapotban van ilyenkor, egy mester az oldalvonal mellett látja ugye azokat a hibákat, amiket esetleg el akartak kerülni, viszont azért annyiban talán nyilván most én lennék az ördög ügyvédje, bár azt gondolom, hogy annyira nem kell, de azért ezek között, a körülmények között a Cables gyakorlatilag esélyesként galoppozik át ezen a mérkőzésen, tehát olyan nagy problémákat összességében nyilván felfedezni mi nem tudunk, hát nyilván mint edző azért ő ezt máshogy látja. Pontosan, hát neki konkrétan ez a feladata, hogy a hibákat mindig javítsák. És akkor elindult a második félidő. Júja pucskikket láthattunk, ami egy jellegét tekintve egy alárugott labda, magas hívben viszont kevés távolságot megtevő rugás. Ennek az a célja, hogy azért a kick-off játékosai hamar oda tudjanak érni az elkapó, akarom mondani, a visszahordóra, és neki ne legyen lehetősége az elkapás után. Ugye felkecset mutattak ráadásul, tehát megindulás alapvetően nem lett volna. És amit még itt közben akartam szúrni, hogy Győri oldalon sajnos egy komoly sérült van, vagy mármint egyelőre nem tudjuk pontosan, hogy mi, de Horváth Péter húzza a lábát, úgy biceget ki a második félidőre, és az oldalvonalra csak, úgyhogy a támadó falban a jobboldali gárd az így valószínűleg marad Kövecses. Az első passzjáték. Itt valaki nem azt futotta, amit kellett volna. Mind a ketten mély ráutra mentek. Azon az oldalon, hát valakinek egyértelműen meg kellett volna torpannia, vagy egy húkra, esetleg egy 5-be, 10-be. Hát ez egy húknak szánt labda lehetett. Viszont most előny annyiban van a Győrnél, mint amellett, hogy ők támadnak, hogy ugye ők kezdik ugye
a második fél időt, tehát pont szerzéssel válhatják. Baranyai, gyönyörű! El kell kezdeni futtatni a labdát, muszáj, nagyon-nagyon áthelyezték a passzjátékra a hangsúlyt, ami viszont azért még egyelőre finom hangolásra szorul, vagy hát talán nem is annyira finom hangolásra, nagyon komoly hangolásra, és azért olykor-olykor a fiatal Baranyait meg kell futtatni, neki a válogatott közelébe is került már a tavalyi évben, a Bodától érkezett, játszik most itt a Győrben, ugye nyilván Schwarz ebben a környezetben, ezen a mély talajon azért talán nehezebben használható Fernandez! És rögtön két playből, két first down. Ugye Baranyai is igen valóban egy first down tudott bemutatni abból az egy futásából. Láthattuk a visszajátszásból, pont szemből lévő kameraállásból, hogy nagyon szép luk nyíltott középen, és hát csak a first down megtétele után tudott odaérni oldalról Olaricsi. Aztán meg ugye hát Fernandez mutatott be egy szép kötéltáncot ott a pálya szélén, és egy újabb first down. Mert még van széle újra. Hát csiklaszták ugye az oldalvonalakat. Csináltak egy új szélet a pályának. Megint átadja Baranyainak. Hók, megint egy futójáték. Ez most megy, és akkor ezt most csinálni kell. Gyönyörűen szerzik a yardokat most a cápák. Ezúttal a Törzsök csinálta meg hátulról letekölt, és ebből is majdnem first down lett. Nem hiányzott hozzá sok, hát egy yard. Igen, úgyhogy második kísérletben kell lesz majd megfutniuk, vagy előre haladniuk legalábbis. Igen, bíztató kezdés ez. És hát egyelőre elővették a futójátékot, ami úgy néz ki, hogy a félidei megbeszélés eredménye is lehet. Hók, és ez picit elkaphatatlan Fernandeznek. Hát őt nem a magas labdákkal kell keresni. Ugye alapvetően egy abszolút tankönyvbe illő slot elkapó. Nem az a klasszikus szélső, hát nyilván megpróbál emelkedni, de azért a magasságából nem fog megélni, inkább a gyorsaságából, meg az atletikus képességeiből. Róna Levente védekezett rajta, aki a kezdő Cowbells linebacker sor harmadik tagja. Őt is már ismerhetjük, ugye a korábbi évekről egy fiatal játékos, azonban egy fürge, agilis, fiatal ember. Hók megint átadja a labdát, Baranyai! Az most egy nagyon fontos szerelés volt, aki bemutatta Olári Hárd, mert hogy gyakorlatilag, hogyha őt átugrotta volna Baranyai, akkor ott igen komoly yardok nyíltak volna meg. Olaricsinek egyébként az erőssége, hogy nagyon szépen lép föl a futások ellen, és tömi be a lyukakat, úgyhogy ő előszeretettel gyártja a tekölöket ilyen helyzetekben. Hók és Fernandez! És az hol van a labda? Nincs bent! Az egy yardoson kopogtat be a Sharks. A második félidő első támadó sorozatával. Ketten is összecsomagolták, de én megmertem volna esküdni. Nézzük. Tényleg nem. Ogunji. Pont előtte. Még odaért. És gyakorlatilag valószínűleg ezt ő akadályozta meg. Hók! Kint nincs van a labda. Ilyenkor miért nem futnak? Nem volt ez egy rossz elképzelés, ugye ilyenkor most egy quick slant-tel próbálkoztak, ugye egyből befelé lép, nézd meg, hát ez hogyha oda dobja pontosan, akkor... Ez a slant, ez bennmaradhatott volna akár egy későbbi játékra, itt most elkezdődött, ment a futójáték, Baranyainak szépen odaadták a labdákat, és hozta a yardokat. Én továbbra is azt mondom, hogy ez egy jó játék lett volna, picit mögé ment Fernandeznek. Nem volt közte és a labda között védő. Úgyhogy ez is simán touchdown lehetett volna. Ugye láthatjuk, hogy a Cowbells linebackeré azonnap... Na, hoppá! Most megtartaná! És... Ez sincs bent. Odaértek hozzá, és lelassították. Nem volt lent a térde? Igen, egyébként az engem is egy kicsit foglalkoztatna. Nem. Hát csak nem volt neki, aki blokkoljon. Hárman is, négyen is ott maradtak üresen a Cowbells játékosai közül. Ezt nem tudta volna bevinni. Fordal váltott még pár szót.
aki ezúttal Slowdban áll fel. Fernándezzel egy az egyben Ogunji itt a közelebbi képen. Ok, és őt is keresi, nincs meg. Fernández Ogunji kettősre dobta ezt rá, Hók gyorsan elengedte. Ez sem volt rossz elképzelés, talán Fernández nem tudott úgy elszakadni, belfele kitámaszt. Picit hosszabban dobta meg Hók, igen. És akkor negyedik kísérlet. Na de hogyha ebből sem tud pontot szerezni a Sharks, akkor azért... Hazai csapat, első csapat időkérés. Az mentálisan igen, csak visszavetheti őket, mert már nagyon jó játékokkal kezdtek, és mégsem tudnak egyelőre pontot szerezni belőlük. Nem biztos, hogy erőltetni kéne a touchdown. Hey, we're gonna run the ball. You score this bitch, all right? Hey, we're gonna go empty right. Okay, empty right. Exact. Okay. Jet sweep right or flash right. Okay, give it to him. Get to the ball. In front or behind you? You're gonna be on the line of scrimmage. In front. In front. I'm just gonna catch it. Hey, let's fill the edge. How we are wider. Hey, whoever is the fucking. Okay, I'll be the eight. You're the back. You're on the ball. He's motioning. Okay. You're number two. Okay. Hey, let's go. Right tackle. Right tackle. Let's go, boys. Let's go. Egyfelől érthető, hogy touchdown szeretne szerezni a Győr, viszont lehet, hogy egy kicsit szolid a play hívással, lehet, hogy biztosabban a három pontra is lehetne menni, hogy legalább feliratkozhassanak a táblára, és ez egyfajta megnyugvást jelentsen nekik, de hát ők úgy döntöttek, hogy megkísérlik. Na lássuk ezt a játékot. Ford elfut keresztbe, és ott a játék vége. Német Marci ezt nagyon szépen olvasta, és egy az egyben levédekezte azt a területet. Nem tudott sem erre menni, és hoppá, Ford megsérült. Erik Alexander Ford, tehát aki esetleg újonnan kapcsolódott be a közvetítésbe, norvég a neve ellenére. És hát fölkelt ugyan, de ezt nem tudta bevinni. Hát azért eléggé biceg, és igen, indulatos. Hókkal együtt jön le. Nyilván azért ilyenkor a játékos jobban érzi, hogy mi a problémája. Igen, ez egyértelműen egy non-kontakt sérülés. Ford érthetően nagyon mérges. Ő neki a Wolfs elleni mérkőzés után is úgy hírlett, hogy volt valami sérülése, talán a térdével volt problémája, de hát azt valószínűleg sikerült annyira le minimalizálnia, hogy azért a mai mérkőzésre be tudjon öltözni, és ugye hát nyilván pályára is lépett. De vajon vissza tud-e majd jönni? Egyelőre nagyon bicegős elhalad az oldalvonal mellett, és mondom még egyszer, ezért ilyenkor a játékosok jobban érzik magukon, hogy mi a probléma, és ugye az lehet egy általában árulkodó jel, amikor mondjuk ugye nem csak a fájdalmukban, hanem akár mérgükben is a földet csapkodják. Minden esetre kiintett a pálya mellé, feltételezhetően azt akarta ezzel jelezni, hogy nem kéri a mentős egység segítségét. De hát majd kíváncsiak leszünk, hogy vissza fog-e tudni jönni. Most viszont ugye a Cowboysnek kell megint kihozni a saját red zónjából a labdát. Másodjára is futással próbálkoznak. Lehmann. Nagyon figyelniük kell ott a labdára. Igaz, volt már azért olyan helyzet, amikor a vörös zóna határán a Győr Sharks labdát lopott, és mégsem tudta pontokra váltani. De azért itt most sziszifuszi munkával kell kijebb jönni. Egyelőre még a 20 yardon belül. Viszont harmadik és rövid. Ott volt egy szép blokk, ugye Hector Miranda mögött tudott aztán átfutni Lehmann. Ugye Hector Miranda, hogyha már második alkalommal emeltett ki a mai meccsen, azt is hozzá kell tenni, hogy ő is ugye visszatért. Hú, az de gyönyörű védőmunka. Billy Hatton. Ez igen. Szóval, hogy azt hozzá kell tenni, hogy a mexikói játékos, akinek az előző szezonja ideje korán véget ért egy térdsérülés miatt, visszatért a Cowboysbe.
ő is egyébként hivatalosan a mexikói játékos importnak számít. Közben itt meg ugye Hatton. Hát Billy Hatton igazából érintés nélkül tudott átjönni, mert pontosan nem látszódott a visszajátszásból, de nagyon szépen megcsinálta a tackle-t, ugye negatív yardon ráadásul. És na és ott a visszahordás. McVay. Igen, röpült is a sárga zászlót, egy horse collar tackle-t láthattunk. Elég egyértelmű volt. Kár érte. A, szerintem az összes sárga zászló berepült, ami csak lehetett. Legalább négyet láttam a pályán. Mindenhonnan, még az űrből is lehetett látni valószínűleg. Igen. Te is láttad például. Én is láttam. Jó, rajtam van a szemüvegem. Akkor jó. Igen, a horse collar tackle-nek sajátossága, hogy eléggé balesetveszélyes, úgyhogy... Ott van. Igen, egyértelműen látszik. 30-as a Kárpáti Balázs követte el. Visszaordás során personal foul, horse collar tackle. Running team 30-as játékos. Távolságot felezzük, automatikus first down. Óriási esély ez. Már megint a sárcnak. Szóval ez egy eléggé balesetveszélyes szerelési forma, ezért a lehető legnagyobb büntetéssel sújtják a játékvezetők. És visszakerült hirtelen a Cowboys-nek a red zónjába a Győr. Újabb lehetőséget kapva ezzel. Kíváncsi vagyok, élnek-e vele. Motion keresztbe, Fernandez. Hók átadja a labdát, és tessék! És tessék! A futás! Ben van? Ben van Baronyai társdánya! Szépít a Győr Sharks! Mit mondtam neked az imént? Igazad voltam. Hát elindult a futás. Elindult, és középen indult el. Igen. Tehát a eredményes futásaik ugye a fél idő elejétől kezdve megkockáztatom, hogy mind belül történtek. Nagyon hát bosszankodhat igen. Most az az ember, aki a fantasy-ében a padon hagyta. Jogosan örül Baranya, és hát Hók is. Passból nem sikerült, hát akkor sikerült futásból, és rámennek két pontosra. Hók. Ő indul meg, és ő viszi be a két pontos kísérlet az irányítóé. 12-8-ra zárkóznak a cápák. És ugye a snappet megelőzően láthattuk, hogy 20. Offense 77. Játékot megismételjük. 10 yard büntetés után. Hát igen. Villámgyorsan el lehet kerülni azért itt a magasságból a mélybe. Ez most egy holding szabálytalanság. Vélhetően fölmegy a field goal. Igen, innen ilyen messziről már nem érdemes megkockáztatni. Hülbert Ádám holdingját vették észre a játékvezetők. És amit szerettem volna mondani, ugye a snappet megelőzően Ford motionolt keresztbe, úgyhogy ezek szerint nem történt komoly sérülés nála, igen, szerencsére. Úgyhogy érkezzen a győri extra pont. A magyar Sebastian Janikowski. Kapufa! Keresztlét. 92-essel Markó Bálint. Hát azért ez a két pont, az fájhat, amikor már Dusty Hawk Willingen bevitte, aztán mégsem lett meg. De egy újabb touchdownnal és sikeres extrával átvehetik a vezetést, amennyiben ezt a drive-ot kivédekezik. De hát nyilván ehhez a Cowboysnek is lesz még egy-két szava. Kicsit talán itt ennél az extra pontnál, hogy elsőre már is két pontot akartak, mint hogyha így elvitte volna őket ez a hevület, hogy most akkor megvan a társadán. Talán közelebbről hát azért ez az extra pont ment volna. Ment volna, hát nézd, föl akartak ülni a hullámra. Ami ugye sikerült is volna, hogyha nem szól közben ez a szabálytalanság. Nem volt ezzel baj szerintem. Na
lássuk akkor a Cowbells milyen kiinduló pozíciót szerez magának. Zax. Hopp, szép a blokk. Szép a blokk Mészárostól, úgyhogy Zax még tud menni előre. De 45-ösig hozza, de még a saját térfélen. És nem adta könnyen magát, egy nagyon kemény ütközés után került le csak a földre. Szépen keresztbe futott a pályán. Igen, ugye nem repült végig, ugye a fullback pozíció vonalában érkezett meg a labda, ahol ugye Zax állt. És Baranyai csinálta meg a szerelést egyébként. Mekkora, Majszáros talán lett ott, mekkora bizony, nagyon-nagyon szép volt, és Baranyai itt, ahogy lement, és egy megállított az Zax játéket, visszahordását. Egy nagyon szép ütközést követően. Baranyai egyébként most nagyon-nagyon szépen kezdett itt a második fél időben, közben Boros lehúzza az emeletről a labdát, és aztán utána nagyon nehéz őt levinni továbbra is, ahogy még dülöngélt előre, és összeszedett egy-két yardot talán, meg lehet a first down, de sárga zászló is van a pályán. Szabálytalanság, personal foul, unnecessary roughness, offense 70, 15 yard, első kísérlet. Hát akkor viszont ez az elkapás így semmis. És 70-essel Cseri Zoltán kapta a szabálytalanságot. A harmadik szabálytalansága a meccsen. És ez ráadásul most personal foul volt. Igen, tehát ott ugye Boros gyakorlatilag majdnem 40-esre vitte volna át az ellenfél tér felére. Ismét egy szép ütközést követően. Na de akkor Várjéknak Vár is nagyon szép indulni. Szirók elől sikerül leütni. Lentulai Balázs. Azt a mindenit. Gyönyörű védekezés nagyon volt. Nagyon szép volt. Nem volt egyébként rossz ez a labda, Vári szépen hosszan megdobta, és Lentulai abban a pillanatban nyúl. Nagyon szépen odaér. Talán egy lépés hátránya volt, de ezt le tudta győzni, és remek ütemben nyúlt fel a labdára, mikor Cirok felugrott a labdáért, és nagyon szép pass deflection-t láthattunk. Második és 10 következik ezzel. Mészárost áthívja. Futójáték szintén középen. Lehmann, ezt most megállítják. Azért abba a hibába, ugye beleesett a Cowbells kicsit talán, vagy legalábbis itt a második fél idő elején, mint hogyha valami olyasmi történne, hogy azért a 12-0 még nem elég, de a megnyugvás, hogyha esetleg kicsit hamarabb jön meg a vendégeknél, az nem biztos, hogy nekik előnyös lesz. Mert azért itt most nagyon feltüzelt Sharks jött ki a második fél időre. Ez már nem az a mindenképpen könnyen menedzselhető különbség sem. Én szerintem a Cowboysnél csupán egy hideg magabiztosságról beszélhetünk. Nyilván azért nem, mindegy, az össze, nem minden playjük jön be annyira, ahogy szeretnék. Üle nagy bajban van Vári, és ott el is kapják, beszekkelik Várit. A Sharks védelem pedig nagyon-nagyon harap továbbra is. Hattonnel, Csizmaziával. Billy Hatton nagyon örült, hozzáteszem jogosan. Hop-hop, és igen, ő ért oda. Ha jól láttam. Billy Hatton egyébként a Szombathely Crushers játékosa is, egyben szerezték meg a győriekkel. A Crushers Divízió 1-es. Texasi illetőségű egyébként, Wayland Baptist University amerikai futball csapatában tanulta meg ő azért ezt a sportot. És jöhet vissza a Sharks offense. Igen, Váritot bekerítették, meg lehetősen nem volt lehetősége passzolni, ugye az első szándékból keresett emberét véletlenül levédekezték, és hát utána már rögtön ott volt Hatton, illetve a többiek is. Alaposan bele csomagolva Vári, úgyhogy ismét a győr előtt a lehetőség a pontszerzésre. Jó hosszú pályát kellene menni a Sharksnak, de saját 20-asukról. Talán ahogy most beindultak,
a győri, akarom mondani, a Cowboys defense falat láthatjuk. Fernandez. De sokan voltak vele szemben, hiába a gyorsasága, és Törzsök vitte le végül, aki bírta vele a tempót. Bizony. Tehát Törzsöknek a termete ellenére azért van egy kellő sebessége is. Nem véletlenül volt ő MVP két éve. De nem ám. Ilyen Enduránból érkezik Fernandez. Golita is ott van, lezárja a fellépő. Egyébként van zászló, úgyhogy ezt igen, azért még meg kell hallgatni. Szépen, szépen tolódtak egyébként a Cowboys játékosok arra, amerre Fernandez futott. Most ez a bejelentés eltűnt a nyúli égbolton. Két szabálytalanság is történt ugye a play során, és ez a két szabálytalanság kioltotta egymást, úgyhogy a play végétől kezdődhet a következő kísérlet, ami... Kolesár Dávid, szakkommentátor és vezetőbíró. Hát azért inkább csak az első. Jó. De... egy-két bírói kézjelet még azért én is felvélek, vagy megvélek ismerni. Hopp! És nincs meg Fordnak. Nincs meg Fordnak, nagyon bosszús. A harmadik kísérlet ezzel. Egy play-es ölt, mint ugye beleért volna valaki, egy magyar Ádám, igen. És hát ettől pont lett ilyen kocsázós a labda. Ennyi elég is volt, hogy ne legyen meg. Harmadik és 12 ezzel. Harmadik kísérlet, és nagyon fontos ez most. És megvan az elkapás, a Ford javít. De még miért? És ez gyönyörűen oda lett dobva. Hát igen. Kárpátit meg tudta verni Ford. Ott van a lépés előny. Csak, igen, és már csak safetyből tud kiérni Németh Marci, és ő tudja végül lezárni a play-t. Ha ő sem ér oda, akkor ez elképzelhető, hogy itt nem ér véget. Baranyai egy kicsit megcsúszik. Ennek ellenére. Bánfi és Olá is odaért, igen. Odaértek és levitték. Ettől függetlenül nagyon szépen mozog előre a labda. Most a Sharks jól menedzseli ezeket a támadó akciókat. Itt azért nem voltak most meg rendesen a blokkok Győri oldalról. Igen, és aztán ugye a gyors irányváltoztatásoknak a vége könnyedén lehet egy ilyen kibillenés, ami Baranyainál is tapasztalható volt. Ráadásul azért ezen a talajon nem is nagyon beszélhetünk gyors irányváltásokról. Fernandez! Szép elkapás, szép ütközés. Kárpáti most javít. 3-4 yard sikerült ebből a playből. A felező vonalnál nagyjából harmadik kísérlet jön. Vélhetően egy 5 kit futott Fernandez. Kárpáti jól olvasta. Kötelező elkapás és kötelező szerelés. Harmadik és 7. Harmadik és 7. Nagyon fontos lesz ez a kísérlet, Dusty Hawk. Na, hogy ezt most megtartja magának! Ajjajjaj! Várfalvi Péter nem tud labdát behúzni, úgy néz ki ezen a meccsen valahogy. Igen, ez ma nem az ő napja. Ő sem nagyon érti. És ugye ráadásul fölfelé patta róla. Ami... hát borzasztóan veszélyes egy interceptionre, de Fróna szerencséjére, mármint ugye Várfalvi szerencséjére messzebb volt.
És azért azt is hozzá kell tenni, hogy Bryce Wilson ott volt azért Dustin Hawke-nak az arcában, mielőtt eldobta a labdát. Negyedikre neki megy a Sharks. Pont a félpályánál. Hawke. Szépen egy embert leráz, és aztán elindítja hosszan, és eladja. Német Marci kezében a labda, aki a tavalyi szezon interception királya volt hattal, ezt most nagyon-nagyon könnyedén leúszhatta. Ez a labda nem úgy szállt, ahogy kellett volna neki. Gyakorlatilag semmiféle spirálja nem volt, hosszában pörgött, és lassult le. Rettentően kacsázott, igen, már a snap is rossz, menekülnie kell Magyar Ádám elől, és vélhetően megcsúszott a kezében. Igen. Német Marci szedi össze, aztán Baranyai 24-essel viszi le a földre. Hát Német Marci meg azért ennél nehezebb labdaszerzéseket is megoldott már. Mondom még egyszer, ő azért híres arról, hogy nagy labdavadász. Hát ez egy új gyakorlat volt neki. Ez így van. 32-3 yardról következhet az új Cowboys. Vári! Oda löbböli csak Borosnak, hoz egy first down-t, ez tökéletes a Cowboys szempontjából, de sárga zászló megint van. Hmm. Innen egy jövő receiver downfield, downfield offense 64, 10 yard, első kísérlet. Hát jogosulatlan elkapó mozdult előre, vélhetően valamelyik offense fal játékos tett meg többet előre, mint amennyi passzjáték alkalmával ugye megengedett. Ilyenkor, hogy a pass play-t szeretne játszani egy támadó csapat, akkor az offense falnak nem szabad előre mozdulnia. Aki Boros Lacit foglalkoztatja a fantasy csapatában, most nagyon szomorú, mert nem az első elkapás, amit annulálnak. És igen, hogyha Borosnál tartunk, akkor azt is el kell mondani, hogy Boros ebben a hook zónában nagyon magabiztosan operál. És ugye az elkapása után azért még tudott is belőle hozni, csak hát visszafújták. Vári! Hosszú labda! És Lentulai ezt lehúzhatta volna. Kanter jóval előrébb járt, mint maga a labda, ami Váritól érkezett, és Lentulai pedig ráadásul rosszul is esik. Hű, ott... lehet, hogy a karjára esett rá? A vállára? Ez nagyon nagy baj lenne a Sharks szekönderiében. Lentulai egészen kiváló munkát végez most itt a második fél időben, meg pláne. Ezért föl tudott állni, és szívesen vissza is állt volna. Ja, huddle-be, de azért a biztonság kedvére lehívják. Ott bizony a jobb alatt, igen, karja. Ráesett a karjára. És így ugye nyilván reagálni kell. Cornerback csere. Vajon már is dob-e rá Vári? Mészáros ott volt a legközelebb ez. Igen, de ő sem volt elég közel. Meglehetősen mögé ment a labda, és hát fölé ment a labda inkább. Mélyebbre, mint ahogy ő helyezkedett. Harmadik kísérlet következik ezzel, harmadik és 15. Azért elég sok elég sok zászlót gyűjt be a Cowboys, és most második fél időben nagyon megállt a támadó játék a csapatnak. Valóban, és ezt ugye a fél idő, a második fél idő előtt ugye ez Baker edző meg is jegyezte, hogy a saját hülyeségeikből gyűjtik be a sárga zászlókat. Várinak kell rá vetődnie, de hol van a labda, már vége a játéknak. És zászló is repül. Tehát a saját hülyeségeikből gyártják a sárga zászlókat. Postár, offensz 86, 5 yard, kísérletet megismételjük. Most Boros László mozdult be, Postár szabálytalansággal. Lehet, hogy megmentette ezzel a labdavesztést. Hát csak szorul egyre hátrébb a Cowboys, most bizonyám. Már ugye gyakorlatilag éppen csak kint vannak a saját 20-asukról. Ahhoz képest, hogy mennyire szépen vitték a labdát előre az első negyedben, meg azért még talán a másodikat is el lehet mondani, ez most megállt.
Vári. Vári, szek! Az igen! 50-essel Becs. Becs Péter, ő is bemutatkozik. És nyilván nem nagyon kell, mert pontosan ismerjük a képességeit. Sérülése hátráltatta, de irgalmatlan tempóban érkezett meg Várira. Ő is érintés nélkül. Ott egy egyszerű kereszt. Ugye 53-assal Csizmazia elvitte befelé Hector Mirandát, nem maradt senki Becsre, aki nagyon szép ütemben odaért. Vári vélhetően picit későn is vette őt észre. Nagyon szép védekezés volt. Na lássuk a pántot, Mekré. Picit ő szerepel visszahordóként. Vissza kéne vinni a Kábelsz térfelére, ez éppen csak, de sikerül Mekrének. Ő is amerikai válogatott is volt, ahogy Dusty Hawk. És 30-assal Kárpáti egy újabb szép szerelést mutatott be, ezúttal ugye Special Teamben. Hát nagyon szorongat a Sharks, és nagyon megállt a Cowbells. Egyelőre pontszerzés közelében sincsen a kolompos csapat itt a második félidőben. És a Sharks kiinduló helyzete egészen remek, a félpályáról kell menniük a pontszerzésért. Touchdown és extra, megvan a vezetés. A hozzánk közelebbi oldalon egy trips felállás, ugye három elkapóval. Dusty Hawk. Hol itt, van ott hely? Itt nem tudom, mi volt az eredeti elképzelés. Olyan read option-szerűséggel indultak el a hosszú hash felé. De az eredeti elképzelés az volt, hogy az irányító fusson egy yardot, és ezt teljesítették. Gondolod? Nem. Igen, mert, hát azt hozzá kell tenni, igen, most már itt a visszajátszásból látszik, hogy Bánfi nagyon szépen kilépett és megtartotta a kontént. És Bryce Wilson csinálta meg a szerelést, az egyik import játékosa a Budapest Cowboysnek, frissen érkezett amerikai fiú. Igen. Brazíliában játszott egyébként legutóbb. Hosszú labda. Ez megint nagyon kacsázik, és Németh Marci ezt is lehúzza. Azt a mindenit. Már tettő labdavadász. A legnagyobb Magyarországon. Hát ezt hirtelen most Hók sem nagyon érti. Hát megint nem volt jól megdobva igazából, ugye megint hosszanti irányában pörög a labda, amit hát ugye nyilván nem jó, mert leáll gyakorlatilag a levegőben, de azért ez... Ahogy odaér Németh, ez egészen kiváló megmozdulás. Igen. Igen, nem volt meg a jó íve a labdának. Hármassal Várfalvit kereste ismét. Mutatott neki egy elkapást. Ezzel Németh Marci már a második interception-jét gyűjtheti be ma, vagy gyűjtötte be ma. És challenge lesz, mert hogy berepült egy piros zászló. A védőcsapat kezdeményezte az előző játék visszanézését. Interception történt, vagy nem? Az előző játékot visszanézzük. Mert hogy ugye ettől a szezontól kezdve a bírók helyzetét egy kicsit megkönnyítendő. Az edzők is dobhatnak challenge zászlót, ugye akkor... Megnézhetik, hogy vajon igaz-e az az ítélet, amit a játékvezetők hoztak. És most akkor Zsidai Attiláék megtekinthetik újra ezt a szituációt, ami azt jelenti, hogy akkor meg kellene azt találni, azt a képi bizonyítékot, ami alapján Németh kilépett esetleg, mielőtt még a labda nála lett volna. Na jó, hát ezt valaki állapítsa meg megint. Ugye azóta azért a vonalak, amik itt a második félidő elején fellettek festve, már azért igencsak megfakultak. Nem nézték sokáig, biztos megvan az egyértelmű döntés. Hát szerintem ez interception. Ellene nem láttam bizonyítékot. Hozzáteszem, hogy én sem. A nézés után a pályázott ítélet marad, a játék végé interception, ugyanakkor időkérés, hazai csapat, első csapat időkérés.
az első edzői challenge eredménye tehát a győri szempontból negatív eredményt hozott. Németh Márton labdaszerzése érvényben maradt. A második interceptionje a mérkőzésen. És hát Hawk megint eladta. Amiben azért bízhat a Sharks, hogy a védelme az nagyon kiválóan teljesít. Egy kis diskurzus még a sporik között. Nagyon bízott egyébként a Sharks abban, hogy még fennmaradhat az offenzük. Igen, ugye nem is, nem is jöttek le a pályáról addig valóban. De hát most már muszáj. Hát muszáj nekik, mert hogy a Cowboys támadó sorozata kezdődhet meg. Sok játék azért itt már nem lehet. Mindjárt a harmadik negyedben. Igen, pontosan. Egy futójátékkal indul a Cowboys, nyilván már az óra menedzselése is a céljuk. Lehman kapta, és valószínűleg ezzel telhet le. Ez a harmadik negyed. Hát összességében egy nagyon változó képet láthattunk itt a harmadik negyedben. Egy erőre kapó Győr Sharks, egy offenzben nagyon megálló Budapest Cowboys, amely ennek ellenére tartja előnyét. 12-6-ról folytatjuk majd a negyedik negyeddel. Hungarian Football League leglátványosabb akcióinak főszereplői az első és tízben. Ádász küzdelem test közelből a közvetítéseken. Tartsanak velünk, legyenek részesei az élménynek. Szakértőinkkel azon dolgozunk, hogy önöket is magával ragadja az amerikai futballérzés. Háború élőben, a Digi Sporton. A meccseken dráma és izgalom, győztes és vesztes megmozdulások. Mit hoz a következő forduló, kiszerzi a legfontosabb pontokat, részletes elemzések és háttér az első és tízben. Hírek és aktualitások, játékosok, szakértők, elemzések, nagy húzások és tragikus ballépések. Okok és következmények. Hallójáratokat kinyitni. A magyar-amerikai futball boszorkány konyhája kitárja kapuit. Overtime, a Digi Sport és a Tűzővel kifelé amerikai futball podcastje. Hallgassa akár útközben is. És akkor neki fogunk az utolsó 12 percnek. A Győr Sharks 12-6-os hátrányban, a Cowboys viszont most azért támadhat, hogy újfent pontszerző akciót vezethessen, és két labda birtoklás legyen megint. A kolompos előny. Újabb belső futás, amit láthattunk. Zsila kapta meg a labdát, de a győri védők nagyon szépen összezárták a helyet. Én nem tudott sokat megtenni. Ezáltal a harmadik kísérlet következik, és még 8 yard van hátra az újabb first downig. Ez megint ugye egyelőre egy kevés kellőre haladás, amit produkált a Cowboys. A harmadik kísérletet pedig meg kell oldani, mert ez nem az a hely, ahol egy negyediknek is érdemes neki menni. Vári tartja, és aztán nincs ebből elkapás. Viszont van egy sárga zászló, meg igen. Azért itt most már gyakorlatilag szinte minden második játék szabálytalansággal végződik. Vári meg lett egyébként kergetve, hogy a borost kereste, és az ő irányába is dobta el, de nyilván ez már csak egy, ez egy helyzetmentő. Ott van a szabálytalanság, atmosphere like conduct, offense 65, 15 gyar büntetés, negyedik kísérlet. Csak egy helyzetmentő labdarúgás. Arató Miklós, aki nem a támadó falba szokott,
mert hogy eddig ugye a védelem egyik erőssége volt, át kellett mozgatni, támadó fal jobb oldalára, jobb oldali tackle-nek most szabálytalankodott, de ráadásul sportszerűtlen magatartást. Igen, ott. Hát az nem, láttad arra nem volt semmi szükség. Pont a bíró orra előtt. Hát arra semmi szükség nem volt valóban. Igen, Arató ugye kezdő defensive tackle volt tavaly még a Cowboys védelmében. Ugye most oda helyette berakták Bryce Wilson-t, viszont kirakták őt, vagyis inkább úgy fogalmazok, hogy átrakták őt a támadó fal jobb oldalára, ahelyett a nagy Norbert helyett, aki egyébként az idei szezonra már visszavonult és letette a sisakját. Így van. És ugye még, ha már a változásokat említjük, akkor Kispál Gábort kell említeni, mint távozó a Cowboys támadó falában. Megvan a labda? Nincs meg? Megvan? Megvan. Sharksé marad. De nem jött el a fél pályáig a rúgás. Hát gyakorlatilag a Cowboys annyira visszafejlesztette a mezőny pozícióját, hogy a saját endzónjukból kellett rúgni. Ez előrevetítette, hogy bitang nagy rúgás kellett volna, hogy a Sharks a saját tér feléről kelljen, vagy kellett volna, hogy elinduljon. Hát itt azért a labda megszerzésével voltak problémák, de összességében... Igen, biztos a... Ott tartották. Maga a nagy víz kicsit magához, a földhöz tapasztotta a labdát. A nagy víz az óceán. Fernández nem tudta összeszedni, pedig már lépett volna, picit saját magukat veszélyes helyzetbe hozta, de aztán végül sikerült megőrizni. Motion keresztbe, mégsem vissza. Baranyai fut, és most elindult kifelé, ebből is hozott yardokat. Méghozzá elég szépen, és Németh Marcinak kellett jó szögben fellépnie, hogy aztán ne tudjon Baranyai tovább menni. Ne felejtsük el, megint a vezetésért támad a Sharks. 6-7 yard volt, nagyon szép. Olá Richard is követte. Richardka. Második és három ezzel. Fernández. Hozta a yardokat és a first down, András Fernández. A harmadik szezonjára tért ő már vissza a Sharkshoz, úgyhogy azért ez is valami, legalább ez valami tendencia az állandóságban. Kaliforniai illetőségű fiú egyébként Fernández. Egyik védő sem volt közel hozzá, fel tudott lépni. University of La Verne egyetemén. Ráadásul top 10-es eredménye van minden idők. 8. legtöbb elkapott yardja az övé. Ez most nem volt jó. Első szándékból fordult ki Hawk. Közben ott Baranyai szépen föllépett, hogy egy védő közeledését leblokkolja, vagy megblokkolja. De az elkapás nem volt sikeres. Azért azt gondolom, hogy küzd az elemekkel Hawk is nagyon, hogy elég erőt tudjon belevinni a labdába, hogy azért kijöjjön a spirál a dobásaiból, de inkább elindítja most is Baranyaival, egy futás, Baranyait visszanyomják. Azért egy pár yardot hozott, talán kettőt maximum. Így igaz, és hát nyilván ott van vége a playnek, tehát nem oda teszik le a labdát, ahová visszatolták, hanem addig eljutott. De hát ilyenkor nyilván egyértelmű, hogy egy linebackernek addig kell taposnia, és addig kell visszatolnia a labdahordót, ameddig az földre nem kerül. Ütősök. Nagyon szépen brusztolt. Harmadik kísérlet, viszont 9 yardot kellene megtenni. Hawk, ezúttal most passzol, de röviden. Negyedik kísérlet, és hát várható, hogy rá fognak menni. De vajon... Hawk le is veszi a kesztyűjét. Meg tudják-e csinálni ezt a negyedik kísérletet? Még talán egyébként az is beleférne, és most lehet bizalom a Sharks védelmével szemben, hogy innen átpantolják, de ugye ez megint az a zóna, ahol rúgni nem fognak tudni field goalt. Ezek között a körülmények között extra nehéz lenne, megoldhatatlan.
Itt rá kell menni, nincs más válasz. Nincs értelme, úgyhogy gyakorlatilag menni kell a negyedikkel. Hát és most már az idő is egyre fogy. Hók! Hát de ebből hát, nem lehetett meg. Nem, persze. Elég fura. Ebből nem lehetett meg. Igen. Mert ugye magánál tartja, voltak már ilyen játékai Hóknak, de azért azokból ez a 9 yard, majd 10 yardos futás sosem volt benne. Tehát akkor inkább már Baranyait kellett volna talán játékba hívni, de minden esetre akkor így most Downokkal szerez labdát a Cowboys. Majdnem a 30 yard. Hűha, Vári megint elejtette a snappet, aztán összekapja, és Boros behúzza. First down. Kapott egy szép nagyot. Jó nagyot, de meg se kottyant neki. Erki kis Péter volt az, aki leütközött vele pont az elkapás pillanatában. A Dunajváros Gorillaz egykori cornerbackje. Defense 63, a büntetést nem kérték, a játék eredmény a first down. Hát nyilvánvalóan, hát viszont ez a labda sem volt valami. Szépen eldobva, kacsázott a levegőben, de hát valóban a büntetést ilyenkor fölösleges kérni, hiszen magából a playből sokkal többet hoztak, mint amennyit a büntetésből haladnának előre. A Sharks védelmének most nagyon helyét kell állnia, hogyha még meg akarja tartani az esélyét arra, hogy fordítani tudjon a hibátlan mérleggel álló Cowboys-szel szemben, de hogyha a Cowboys ügyesen menedzseli az órát, és tényleg össze tud állítani most egy jó play-ekből álló menetrendet magának, akkor ezt a bő 8 percet egész szépen le tudja tekerni. Itt Mészáros elkapása, aztán utána helyet keres, eddig jutott. Tudott még szépen egy hozni picit az elkapás után. És igazából, hogyha már a Cowboys csak egy field goalig eljut, már akkor is egy labda birtokláson kívülre kerül. Hát igen, csak azért a rúgás az náluk sem annyira megoldott. Az is igaz. Sőt, nem megoldott. Lassan a fél pályán lesz a Cowboys. És első és 10. Bocsánat, hülyeséget mondtam. Második. Közben Lehman hozza. És oda viszi a first down-t jelentő határra, a nyalóka környékére. Hova teszik le a labdát, az így még egy kicsit rövid. Az így egy kicsit rövid. Most van pont a félpályán a budapesti együttes. És harmadik kísérlet. Ott érkezett megint Hector Miranda egy húzással, de utána be tudtak lépni a lyukba, és ez így nem volt elég a first downhoz. Lehman futóban. És megpróbálják átgyömöszölni. Ez ott is van. Ez most egy cél first down volt. Ez egy okos célfutás volt. És meg is van. Vári előre merült mindenféle tekintetben. Kicsit már a mezén is abszolút látszik. Hát itt ebből ennyit szerettek volna kihozni. Hát ez bőven elég a pár incset. Folytathatják a támadást. Beléptek a Győr Sharks térfelére ezzel. Vári. Rövid. Ő is megküzdött ezzel most, hogy elhajítsa a labdát. Nyilván itt azért ahogy száll ez, ahogy lehet látni, hogy küzdenek azzal, hogy itt ebbe erőt rakjanak, hogy egyáltalán a spirált megdobják. Nagyon hosszú játékra nem igen számíthatunk Cowboys oldalon. Sem egyébként. Azért Mészáros Marci úgy gondolta, hogy még pattanásból megiramodik vele, lesz ami lesz. De hát ugye ezt a szabályok nem engedik az amerikai futballban. Vári. Kanter, ezt most behúzza. Talpon marad. És aztán hova viszi? Meddig? Lesz ebből first down, ahogy helyezkednek a sporik, az alapján nem lesz. De egy nagyon közeli
állapotot azért elő tudnak idézni, hogy folytathassák majd ismét a támadásukat. De megint harmadik lesz. Harmadik és egy. Bő egy yard a nyalóka és a tábla szerint. Ismét Kanter. Ez megvan. First down. Nagyon vigyáz a labdára két kézzel, óvja Kanter. Nem veszítheti el a Cowbells, nagyon szépen építkeznek most. Akkor, amikor kell, azért nem volt egy jó harmadik negyedük, és talán ezt majd Békeredző is így fogja értékelni, és megint lesz majd egy olyan lehetőségük, hogy mind a négy negyeden keresztül jól játszanak, ezt most sem valósították meg. De azért abból a mélyből fel tudtak kapaszkodni. Haladnak előre, ezúttal most futással mennek. Lehman, és húzza ki Lentulai, aki visszatért, tehát szerencsére nem volt súlyos a sérülése. Belőre indult a futás, de utána nagyon szépen talált meg kifelé egy irányt. Igen, ugye Becs felé nem igazán lett volna hely. Úgy döntött, hogy kifelé vág Lehman, és azzal még, ezzel még ugye tudott is hozni egy kicsit. First down ezzel. És egy időkérés. Időkérés. Hazai csapat. Harmadik, utolsó csapat időkérés. Take a deep breath. Use your teeth. Yeah, we're good. All right, do you want to do that? The green flag? Yeah, hey, so if I say green, we want this to fight. The green flag. So, hey, so if you say green psych, psych means act like you're DBs, act like you're playing back. You say green psych, you play, you bail off. Okay? Okay, same thing outside, safety, you cheat, go back to the middle. Okay, press, back off. Get it. Brown-t hallhattuk egy kicsit, ahogy egy rögtönzött sémát vázolt fel a védelemnek. Azért azt hiszem, hogy Arthur Brown visszatérésével nagyot nyerhet majd, és akár ugye a White Card körben is már egy abszolút versenyképes csapat lehet a Sharks. Védelmileg most is az, hogy tudnak javítani, azért most először ebben a szezonban nagyon-nagyon bíztató jeleket láttunk tőlük, és nem most először a szezonban persze, de hosszabb ideig talán most leginkább. Sárga zászló. Igen, és azért Brown azért is egy nagyszerű adjalék, mert ugye ismeri a srácokat, bizonyán. Ismeri azt, hogy ki mire képes ennél a csapatnál, ismeri a szisztémát. Ugye ő is harmadik szezonjára jön ám vissza, mert hogy 17-ben az alapszakasz második felében érkezett, sőt ugye ott akkor már touchdownt is szerzett, Miskolc ellen mutatkozott be, és aztán tavaly visszatért, ő egyébként ugye linebackerként és futóként is szerepel. Offense 64, 10 yard. Első kísérlet. És most megint egy támadó szabálytalanság, ami azért bőven jön a Cowbells-től itt a második fél időben. A nyalókás fiúk is elindultak hátra, de hát ilyenkor ugye nekik nem szabad. Nekik maradniuk kell a helyükön, csak a down marker költözik. Mert hogy első és 20 lesz így. A nyalókák pedig azért nem költözhetnek, mert nem lehet első és 10 ebből. 5,5 perc van hátra a meccsből. Vári, egy ijesztés. Aztán Vári megdobja, és Cirók pedig ebből nem akar többet, csak egy elkapást. Szépen hátra is dől, az óra meg szaladt tovább előre. És ez pedig már nem a Sharksot segíti. Ha megnézhetnénk a visszajátszást, igen, akkor láthatnánk, hogy Cirók egy az egyben maradt ott.
és ő itt most tényleg csak arra figyelt, hogy behúzza a labdát maga biztosan. Hát ott elváltották egymást a győriek nagyon. Második és egy. Vári megtartja, és futva indul meg Vári! Ben van? Rövid! Nincs ben. Hiába presszionálják nagyon a játékvezetőket. Vári a harmadik mérkőzésén is futna egy touchdown-t. Hát majdnem megtörtént. Hát ez szerintem bent jó. Van, igen. Elhozott döntés, hogy a futójátékos nem ért el a gólvonalat. Az előző játékot visszanézzük. És ezúttal a játékvezetők nézik vissza, és azt hiszem, hogy meg fogják találni azt a bizonyítékot, ami alapján Vári touchdownját megadják. Igen, ennél a play-nél is ugye arról volt szó, hogy... Futásból bejutott Vári. Nagyon-nagyon úgy tűnt. Úgy tettek, mintha leadnák. És ez ráadásul tökéletes kameraállás. Nem, az lent van. Nem, lent van. Akkor lent van, bizony, akkor ezt elkiabáltuk egy kicsit. Lent volt a térde, úgyhogy egy pár centi hiányzik. Sporiknak jó volt a szeme. Jó volt, bizony. A miénk meg rossz. Pedig rajtam van a szemüvegem. Jó, hát ezt el kell vinnem. Ezúttal elsőre nagyon úgy tűnt, hogy jó lehet, de ott pont az a... Hát, még csak fél méter sem hiányzik. Hát nem. A visszanézés után a pályahozott ítélet marad, a játékos nem ért el a gólvonalat, első kísérlet. Úgyhogy... Első és gól következik. Azért várja, hogyha szeretné ezt a touchdown-t, még megszerezheti. Hát szerintem bárki másnak odaadná, csak vigyék be, én úgy gondolom. Nyilván nem szeretett kérdése persze a játékválasztás, de nagyon közel volt ahhoz, hogy a harmadik fordulóban is legyen egy futott touchdownja. Ez tőle azért szokatlan, de ez a megindulás is nagyon a helyén volt. Nagyon jó időben. Megint fölmegy center fölé. És... Be tudják tolni? És... Touchdown! Touchdown Cowbells! Az egyik játékvezető már felemelte a karjait. És úgy néz ki, hogy Vári azért csak bejut. Hát nem véletlenül jegyeztem meg gyorsan, mert ugye az előző első kísérlet megszerzésénél is ugyanez volt, fölállt shotgunban, aztán szépen felsétált center alá. Az egyik játékvezető egyébként felemelte a karját, aki távolabbi oldalon állt. Egy pontszerzés, az előző játékot is visszanézzük. De a másik oldali, aki hozzánk közelebb volt, ő nem emelte a karját, tehát valószínűleg gyorsan ezt kell most lecsekkolni. Vár itt, megkapja a labdát, hát szerintem dől előre. Annyira kevés hiányzott az imént, hogy... Igen, ebből a szögből nem is fogjuk tudni meg, na innen talán. Hát az benn van. Az bent van. Igen, a vonal az nagyjából ott lentulai. Akkor nézzük ki meg innen is. Lábánál. Hol lehet egyáltalán megint a vonalunk eltűnt. Tehát ott nagyjából ilyen fantomvonalakhoz képest játsszuk ezt a játékot ezen a mérkőzésen. Minden esetre a linebackerek is nagyon szépen észrevették, hogy ugye Vári fölsétál a center fölé egyből. Visszanézés után a pályán az ott ítélet marad, a játék eredménye touchdown. Vári futott touchdownja, és növeli előnyét a Budapest Cowbells. Hiába a nagyon kemény ellenállás győri részről, azért ezt a drive-ot megint szépen végigvezényelte Vári Tamás. Győriek picit azért értetlenül fogadták az ítéletet. Két passzolt touchdown, egy futott. És magyar család érkezik az extrával. És? Ez mellé ment? Hát nem tudom, innen még ebből a szögből. Bizony mellé ment. Igen, mellé ment. Úgyhogy ez extra kimarad. 18-6-ra vezet a Cowboys, de gyakorlatilag ez
igazából annyira már nem osztott, nem szorzott. Két labda birtoklás, a Sharks hátrány, ez biztos, hogy így marad. Ezt a 12 pontot azért már nem lesz könnyű megpróbálni ledolgozni. 4,5 perc van már hátra csak a mérkőzésből. Ez nagyon kevésnek tűnik az idő, és igen, annyira gyorsan nem lehet átvágtatni a pályán, mert a hosszú passzok, láthattok, hogy nem ülnek. Egész egyszerűen nem lehet olyan távolra elhajítani a labdát, amennyire Dusty Hawk is szeretné. És nincsen most már győri időkérési lehetőség. Ugye ne felejtsük el, hogy kétszer tudott időt kérni a Sharks, egyszer challenge-eltek, amit elvesztettek. Igaz. Úgyhogy elfogytak az időkérések. Baranyai, jöhet a visszahordás. Szépen maradt ott a pont, egy blokk, de aztán egy remek védekezés. Kovács Richard. Szépen szerelték őt hátulról, pedig lett volna helye még tovább szaladni. Bizony, és úgy tűnt egyébként, hogy ki is szabadul, akár egy tisztább zónát találhatott volna Baranyai. Így viszont a 40-esen nyugszik a labda, mégpedig a Sharks tér felén. Alapvetően az sem egy rossz mezőny pozíció. Dusty Hawk elindítja hosszan, de hát ez meg Fernandeznek is nagyon hosszú. Pedig ez egy nagyon szép play lett volna. Ugye mutatta, hogy kidobja a szélre, egy szélső screenre, ugye erre alapvetően fel is lépnek a védők, rögtön első szándékból viszont ugyan Fernandez megiramodott egy flyra, és utána őt akarta megcélozni, de nagyon erős volt a labda, Fernandez nem érhette el. Motion keresztbe, Baranyai. Ford, akarom mondani, Ford, köszönöm. Baranyai pedig most a labdával indul el futva. Összességében egyébként ez nagyon biztató, amit Baranyai csinál a második fél időben, tehát azért ez is valóban ugye egy olyan kis motívum, amiben találhat pozitívumot a Sharks majd a jövőre nézve. Igen, el kellett volna kezdeni már az első fél időben is adni labdákat Baranyainak. Igen. Mert azért hát majdnem 90%-ban csak a passzokat erőltették, és hát láttuk, hogy milyen sikerességgel. Hók. Jaj. Nagyon-nagyon nehezen indítja már el. Borzasztóan vizes lehet az a labda. Ugye valószínűleg nem tud egész egyszerűen jól ráfogni, és azért... Ú, de mérges. Nagyon. Nem neki játszanak ezek a körülmények, az az igazság. Itt gyanítom, hogy... Hát itt szerintem Fordot hibáztatja. Hát oké, csak hát egész egyszerűen, amikor ugye látható, hogy megvan a karereje, tehát itt jelen pillanatban azzal küzd, hogy a kezével valamiféle tapadást előidézzen a labdán. Ez nem megy. Hát valóban, ez igaz. Hók. Ezúttal most csak egy löbbölt labda. Keller Péter pedig nem tudja behúzni. Egy kézzel kellett volna, talán ez most nem is volt annyira pontos. És ez ugyebár negyedik kísérlet volt. Úgyhogy a Cowbells jöhet. Turnover of downs, valóban. Hát... Pont. Szerintem azért ez elkapható lett volna. Legalábbis ebből a szögből, amit most a kamera mutatott. De lehet, hogy én tévedek. Ugye megint fantomvonalakkal hadakozunk, hol is van a pálya széle. Legalább a Cowbellsnek el kell indítani az órát, 3,5 perc van hátra a mérkőzésből, szűk 3,5 perc, és hogyha jól tudják menedzselni a futójátékot, akkor gyakorlatilag itt egy pár játék alatt
mivel a Sharksnak már nincs időkérése, nem tudja megállítani az órát. Le tudja pörgetni az időt. Egy futójáték ült is, nagyjából 9 yardos volt. Lehman Albert haladt előre szépen. Azért amennyire az első fél időben jól megfogták a futásokat a védelmek, a második fél időben már annyira tudtak kimontakozni a futók. Így van. Mind a két oldalon. Meglepő módon. Igen, mind a két oldalon pontosan. Hozzátéve egyébként, hogy Lehman az első fél időben is hozott 40 yardot, tehát azért az sem rossz, egész pontosan 42-t ugye ilyen körülmények között. Igen. Megint futás, Lehman, a first down meg lesz. Még egy kicsit bevág, hogy biztos legyen. És hát innentől kezdve minden egyes first down már közelebb juttatja a Cowboys-t ahhoz, hogy hivatalosan is meglegyen a győzelem. Én azt mondom, hogy itt két perchez közeledve egész egyszerűen ki kell hirdetned azt, hogy ezen a mérkőzésen szerinted ki a legértékesebb játékos. Most azonnal még nem lehet egy kicsit várni. Szeretném. Kicsit vártam. Jó. De ennyire kicsit. Na még ezt a play-t várjuk. Nem. Jó. Szerintem ezt tudnod kell. Hát jó. De most várjuk meg. 2 perces figyelmeztetés. A mérkőzésből hátralévő idő 2 perc. Furmányos egy fószer vagy. Vagy ezt így szépen elodáztad a 2 perces figyelmeztetés utánra. Kicsit azért nem egyértelmű számomra, vagy nem volt egyértelmű számomra, mert azért a labda mindkét oldalán nyilván a vezető csapatból szeretnék választani. Egy MVP-t és a labda mindkét oldalán volt kiemelkedő játékos, de én most úgy döntöttem, hogy a támadó oldalról választok, és Várit szeretném, akinek ugye volt 2 touchdown passza, és megint egy saját lábon bevitt TD-je, úgyhogy ebben a fordulóban én Vári Tamást szeretném választani MVP-nek. Szerinted Vári Tami ossza meg a kapott italát majd Németh Marcival? Kapjon 2, és akkor az egyiket odaadja a Marcinak. Nagy lelkű emberrel néztük végig ezt a mérkőzést, de mondjuk ezt egyébként is tudtuk róla. Hogyha én lennék Németh Marci helyében, én is biztos örülnék neki. Mondjuk ez igaz lehet. Az utolsó 2 percen belül most már, és gyakorlatilag az utolsó pár hát most kötelező térdelés, aminek le kell mennie. A Cowboys kibrusztolta ezt a győzelmet. Egy abszolút korrektül lehozott első félidővel, egy visszaeső harmadik negyeddel, és aztán akkor, amikor már nem biztos, hogy vártuk volna, és annyira biztosra mondtuk volna azt, hogy a kábel színnem... Ebből a backfielden offense 5 yard, második kísérlet. Azért ebbe is sikerül végül egy zászlót repíteni. Szóval, hogy amikor már azt gondoltuk, hogy lehet, hogy a Cowboys nem fog tudni újítani, azért amikor kellett, Vári nagyon szépen végigmenedzselte a játékot Lehmannal, egyébként hozzátéve, hogy azért az ő futójátékát is ki kell emelni abban, ami nem hivatalosan győztes drive lett, de amivel bebiztosították ezt a győzelmet. Igen, azért a szélsőséges időjárási körülmények ellenére ugye azért keretbe tudták foglalni a mérkőzést, mert ugye az első fél időben, illetve az első negyedben egy nagyon szép magabiztos drive-ot tudtak vezetni a Cowboys offense-nél. És aztán egy pici megakadás, pici ingadozást követően ugye itt a végén ugye bebiztosították magukat egy újabb TD-vel ott is, szép magabiztos play-ekkel, és ugye egy magabiztos Vári futással, ahol azért nem féltette a saját testi épségét. Ugye begyömöszölte a labdát az endzomba. Hát nem féltette, sőt ugye alapvetően ott már előmelegítette a kemencét arra a TD-re azzal a futással, úgyhogy azt a kemencét, ami mellé majd oda lehet kuporodni szépen lassan mindenkinek, aki ennek a mérkőzésnek résztvevője volt. A játékosok hát nagyon megharcoltak ebben a mostoha időjárásban, és összességében azért azt gondolom, hogy mind a két együttestől láttunk kifejezetten biztató jeleket, és összességében azért talán amiatt is, mert hogy ennyire
ennyire kemény volt ma, és Cuder ez az időjárás. Azért tényleg elismeréssel tartozunk. Az ázott nyúl bólon 18-6-ra nyert a Budapest Cowboys, és megőrizte makulátlan mérlegét azok után, hogy a Kiev Capitals-t is, meg a Miskolc Steelers-t is legyőzte, a György Sárcot is felülmúlta, a György Sárc pedig 0-3-mal áll. Én köszönöm neked, hogy végignézhettük ezt a mérkőzést. Reméljük, hogy jól szórakoztak a harmadik forduló közvetített mérkőzését. Látták, majd természetesen kövessék a tartalmainkat. Első és 10 overtime. Mi köszönjük figyelmüket, viszontlátásra. Boldog anyák napját kívánunk.